Sziasztok, ez itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. Egy olyan vendégem van itt a stúdióban, akivel utoljára 10 éve interjúztam, és megnéztem, és majdnem kereken 10 éve volt pont. Márta Alex by Alex. Szervusz Alex. Cső. emlékszel -e arra az interjúra egyáltalán, Hát akkor jó kibasztál velem. <laughs> Én ezért lepődtem meg, hogy eljöttem műsorba. Hát figyelj. Mert nem az sok interjút, alapból se, és szerintem te mérges vagy még egy tíz évvel ezelőtti cikk miatt, de úgy voltam vele, hogy megpróbálom, mert lehet, hogy, hogy sikereljárok. Nem vagyok mérges, nem, nem tartok haragot, de van, van, volt egy listám a fejemben, hogy kik azok a magyar újságírók, akikkel jobb nem állni szóba. És te, vol te voltál az egyik, a másik, meg a a Tamás a HVG-től, aki well, szerintem azóta rendeződött, jó viszonyom lett. Az elején minden nehéz volt. Az, az egy teljesen más világ. Valószínűleg én sem értettem azt, hogy mi történik, meg ők sem értettek engem, hogy én bennem mi történik. Ráadásul senki nem mutatott utat. Akkor még nem olyan volt, mint most, hogy mit tudom én, látod, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy jó legyél. Akkor nem láttad. Csináltad, ami eszedbe jutott. Te meg leírtad, hogy mit csináltam. az az érdekes, hogy, szerintem mindig elfelkezik róla egy csomó ember, hogy neked amúgy van újságírói tapasztalatod meg múltod, mert a rock informba írtál rock és metal zenéről, szóval, hogy az én újságíróként én mindig tudom azt, hogy olyan ismert közszereplőkkel beszélgetni, akiknek van újságíró múltja, az mindig egy kicsit spéci, mert te tudod azt egy kicsit, hogy milyen a másik oldal is. Én megnéztem a... Ugye 2013-ban interjúztunk, ez akkor volt, amikor mennyi a dalt. A dal 2013 dalválasztó műsorsorozat győztese az önök szavazatai alapján. By election! Talán, igen. így van. Hát igen. Volt. És utána az a cikk, amiről beszélünk, az egy hónappal később volt az első koncerted az Öltpardonban. Akkor még az volt a neve? Akkor még, és az már az izé pardon volt, ami már a Lejmőnösi hídnál igen. van, ami most már barban a track hiszem, de a lényeg az, hogy ott volt az első Bilex koncert, és nyilván akkor volt a hype körülöttet, hogy elmentünk megnézni, és emlékszem, hogy most visszavostam azt a cikket, azért sok dolgot nem így írnék meg már én sem egyébként ma, mint akkor, de egy kifejezetten... Hát, akkor még fiatal voltál. Hát, ha vagy, 84-es? Én 88-as, kb. az egy korosztály vagyunk, de igen, hát 25 évesen az ember szerintem még Más, fiat, más, 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 nagyon. És azért néztem azt, hogy azt tartom, hogy szerintem nem volt egy jó koncert, de azt szintén tartom, hogy azért van egy-két olyan mondat, amit ma már biztos nem érnék le egyébként, mert ez ezt nem szabad, meg nem is szép dolog. Te hogy élted meg azt a koncertet? Mert ott azért az volt, hogy hogy a legtöbb ember számára a semmiből felbukkantál, és én úgy láttalak akkor azon a koncerten, mintha erre nem állnál még készen. Hát nem is álltam, hát hogy álltam volna készen arra a koncertre. Én egy héttel vagy még azelőtt egy héttel én még dolgoztam újságíróként, és nem is terveztem az akkori időszakokban, hogy én koncertezni fogok, hanem azt terveztem, hogy majd írok egy lemezt, és akkor majd valami lesz. És akkor még nem az volt tizen évekkel ezelőtt, hogy volt egy minta, hogy hogy kell koncertezni, vagy mit kell csinálni, hanem valahogy elindultál, és akkor felraktak téged egy színpadra, és jó van, azt mondták, hogy ez így jó lesz, ez akkor csinálj valamit, legyen meg nem tudom ennyi, meg annyi perc, és akkor oké. Okay. Akkor még nem az volt, hogy te is mondod, hogy hype, akkor még nem az volt, hogy mondjuk valakinek volt egy dal, amit sokan megnéznek Youtube-on, vagy ilyenek, és akkor az emberek el is mennek a koncertjeire, hanem akkor még közönségépítés volt tíz éve még kutyakemény közönségépítés volt, és el kellett kezdeni a legaljától, mert az emberek persze hallgatták a dalaidat, meg ismertek, de nem mentek el a koncertjeidre. Szóval nekem ez volt az elején, hogy száz embereknek zenéltem, amíg eljutottunk odáig, hogy mit tudom én, a Budapest Park tele van. Szóval ez egy, ez egy hosszú út volt. Úgyhogy nem éreztem jól magamat, de én az első két-három évben nem éreztem jól magamat a koncertjeimen és azért mert, hogy azt érezted, hogy te ennél jobb vagy, vagy azért mert, hogy nem... Nem, én azért mert azt éreztem, hogy valami baj van, hogy valamit rosszul csinálok, hogy, hogy nem szórakoztatom eléggé az embereket, vagy mit tudom én, nem vagyok elég érdekes, vagy nem jók eléggé a dalaim, vagy, vagy, vagy mi van, hogy tudott álltak nagyon sokan, és akkor néztek ott, hogy ott van a csávó a tévéből, és akkor én meg, én meg izé nyomtam a dalaimat, meg minden, ment egy következő dal, az is rádiós láger volt, az is rádiós láger, és így folyamatosan ment, és akkor mégis azt láttam, hogy valahogy nem jön az az átütő élmény számomra a színpadon, és azt szerintem először valamikor 15 végén, 16-ban kezdtem érezni, hogy valami történik, amikor már először a Volton meg abban az évben, strandon, meg ilyenek, akkor kezdtem azt érezni, hogy még mikor végül letettem csak az, hogy Bilex néven menjek, hogy világos legyen, hogy ez nem egy ember, aki bedugja az iPhone-t a, a keverőbe, hanem ez egy én zenekarral élő zenével, mikor megcsináltuk a sleppet, akkor kezdtek ezek a dolgok eléggé megváltozni, mikor megírtam a feketét és a még mindiget. Akkor ugye elkezdtek ezek a dolgok változni. Szóval neked kellett egy zenekar mögét, hogy te igazán komfortos legyél a színpadon, ezt lehet így mondani? Hát igen, hiszen mindig ez volt a célom, Aha. hogy én egyedül nem akarok a színpadon állni. De ahhoz képest hogy nekem mindig egy olyan csávónak tűntél, aki egy ilyen kicsit magának való figura, és hogy, hogy én, én, nem tudom, mennyire vagy control freak típusú arc, de hogy nekem azért mindig úgy tűnt kívülről, hogy te azért nagyon tudatosan vagy te, és hogy amit te kitalálsz, az, az, azt, azt végigviszed, és zenekarozás meg nem mindig egy ilyen dinamika. Igen, ezt jól látod, hogy én ilyen irányításmániás alak vagyok, de ö, valamiért viszont jól, jól megválasztom az embereket, és ö, jó barátaim vannak, nagyon, olyan barátaim vannak, akik támogatnak és hisznek bennem mindig, és ezért úgy hallgatnak arra, amit mondok. Vagy, Tudom úgy vezényelni a zenekaromat, mindig is tudtam, hogy közben demokráciának tűnő valami van. Amúgy... <laughs> Tudok egy párt, ahhoz, szóval, se látnának téged. Igen, igen. <laughs> és, és, és működik, működik. Szóval, hogy ők elfogadják azt, hogy én ilyen vagyok, de de nem azért fogadják el, mert ezt seggfej módon csinálom, hanem, hanem egész egyszerűen szerintem igazam van úgy általában és így működik a zenekarozás, és anélkül nem is működne ez a produkció, tehát e, e, a szar lenne, tehát én nem is tudom elképzelni, hogy ez mit csinálnék, vagy ez hogy lenne. Sokszor látom azt, hogy mondjuk, nem tudom, itthoni fejlett előadók, akiket sokan hallgatnak, hogy egyedül állnak mondjuk színpadon, és mondjuk ott áll sok száz ember, és hogy így ez milyen érzés. Mert ő, úgy látszik, hogy ők jól érzik magukat, tehát akkor ez jó, csak hogy én nem tudom ezt elképzelni. Mikor a senkisét csináltuk a gerivel, uh -huh. akkor um, úgy volt, hogy mi voltunk ketten, meg még volt egy dobosunk, egy, néha volt egy gitárosunk is, de ő. Na ő vele nem jöttem uh -huh. ki jól, és uh, hol hárma mentünk, hol csak ketten mentünk a gerivel, és akkor nagyon rosszul éreztem. Hát az Lutri meg. nyilván, hogy most éppen milyen szepap fogsz felépni a színpadra. És ez szörnyű volt az egész, hogy hiába voltak sokan. Uh én hülyén éreztem magamat, hogy ott állok, Geri hátul van a pultnál, nyomkodja izét, nem tudom, hogy zenélte, vagy Facebook hozatta -e igazából, de, de, hogy így, de hogy azt nem éreztem egyáltalán. Akkor ezért lehetett azt érezni külső szemmel egy picit a dalba is, meg az Euróvízióba is, hogy te mintha egy picit zavarba lennél non-stop a, a szerepléseid során? Mert hogy, hogy hát meg a, a... akkor kezdő voltam. Az én kedvesem egy olyan lány, aki farkasok neveltek táncolt egy déli bárbal, majd elillan csendesen az én kedvesem. Na most itt vagy, itt vagy kivarva, menő pulcsiba, Michael Kors shopkába úgyhogy ez a Michael Kors című számod, emlékszem, hogy még a Korsnak azt hiszem, még a reklámjába is bekerült. Michael Kors, Michael, Michael Kors, Michael Kors, Michael, Michael Kors. Igen, annak idején, szóval hogy nyilván most már teljesen más szinten vagy, de hogy nekem azért nagyon nehéz látni azt a Márta alex ami tíz éve volt a kis hipster szemüveged, de hipster sapkáddal, nagy szakálladdal. Mert azt is ezt... rám, meg a bulvásod, hogy hipster, ezt azt sem tudtam, miről beszélni. Ezt akartam mondani egyébként, hogy tudom, mi az érdekes, hogy ezen sokat gondolkodtam, hogy ez a média hibája volt egy kicsit, de egyébként, ha belegondolsz a média szemszögéből, ugye mi ment akkor nagyon? Eztékkel kellett egy szemüveg, nagy, izé, igen, 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 hipster. Szóval azért azt nem lehet mondani, hogy a külsőségekben nem feleltél meg ennek a sztereotípiának egy picit? De, nem megfeleltem, csak én utólag vettem ezt észre, értem, aha, 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 Hogy én valaminek megfelelek, ami egy trend, uh -huh. amúgy. Um, amúgy meg mindegy is, mert már olyan régen volt, hogy sokszor szoktam azon gondolkodni, hogy az az ember, aki egy fiatal srác voltam, és elindultam zenélni, az mit gondolna arról, ami most, amit most csinálok? Um, és biztosan érten egy részével, a másik részével meg nem. Tehát, hogy um, Melyik részében nem értene egyet? Azt gondolná, hogy, hogy én azt ígértem neki, hogy, ez, hogy, valami alter, nagyon alter leszek, vagy nagyon, nagyon rock, vagy nagyon metal leszek, de az, azzal kapcsolatosan megváltozott sok minden. Mindig próbálom beleültetni az alternatív énemet a dalaimba, de teljesen alternatív, vagy rock zenét, vagy metált sosem fogok játszani. Akkor most hagyj idézzelek téged a 2013-as interjúmból, hmm. jó? Nekem az örök álom marad, hogy én és a metal még közös nevezőre jutunk egyszer. Most van egy rockzenekarom, de most az is kezd kicsit érzelmesebbé válni. Bár nekem a deszkor műfaja az, ami úgy igazán kifejezi azt a férfi erőt, amit ki kell. Amit ki kell. Egyszer csinálják egy nagyon brutális, csak súlyos riffekkel teli deszkor albumot, amire aztán én is énekelnék, vagy, vagy hörögnék. Azt, az viszont szerintem csak az államkategória, kategória, hogy itthon valakinek sikeresen működő metal legyen. És ez így is van. Mi történt? Tíz évvel ezelőtthöz képest. Azért az hogy amikor te felbukkantál, akkor azért a hipster stigma rajta az azért is alakult ki egy kicsit, mert hogy tudtuk, mi újságírók mindenképpen, hogy neked azért van egy metal zenei háttered. Neked van egy zenei újságírói háttered, de közben kiállsz és egy, egy, egy gitáros balladát játszol, igen. és ugye a, a, az egyik ilyen definíciója a, a, sokféle zenei háttérből való inspirálódás. És ez a nyilatkozat, ez a mai Alex-et látva, ez engem tökre hogy ezt akkor még ebbe voltál. Miért nem csináltál deszkor lemezt azóta? Mert bocs, az Okni című száma, ami most kijött nemrég két hete, annak a végén van egy breakdown-szerű téma, azt igen, vizszt vizszt bőle, vizszt azt észrevettem egyébként. Hát miért nem csináltam? Hát tudod, miért nem csináltam. Tehát, hogy mindig azt az szoktam mondani az Andrisnak, az zenekarunkban, hogy Figyi, még zenélünk egy mit tudom én tíz évet, utána ezt én abba hagyom, mert már nem, nem, akarok már annyira idősen zenélni, vagy nem látom magamat úgy, és mondom, akkor, akkor, akkor csinálunk valami izét, deadcore, emo izét, csak a saját szórakoztatásunkra, jó minőségben, hiszen már van rá pénzünk, és azt csinálunk, mint akarunk. De hogy azért nem csinálom, mert én szeretem, azt szeretnek. Én, én szeretem, hogyha a gondolataimat meghallgatják és, és reagálnak rá. És azt érzem, hogy amit én mondok, azt talál. Érted? Hmm. És, és abban a műfajban nem talál itthon. Nem lehet ne egy kicsit inkább azt mondod, hogy és bocs, hogyha ez egy kicsit geciség, hogy nem szeretne annyi ember korra mint popzenével? Nem M mondom, mert, mert, annak is vannak rajongói, ott is eljut az Itthon üzenek. nincsenek. E, azért egy van, a szintén itthon is van hozzá, csak nyilván dülekert kis terem, 50 100 ember. Hát igen. E, és ez nem. É, én, ez nem? Nem. Én, én, én azt szeretem, hogyha, hogyha én akkor éreztem először ezt, hogy megérkeztem, vagy hogy jó, jó vagyok, amikor már ezerek kezdtek el ott állni. Jó érzés volt a kis klubokból föltörni, és ezt végigcsinálni, mert azt sosem felejtem el, és és nagyon szerettem csinálni, de amikor először volt ott ezer ember, kétezer és még több, akkor éreztem azt, hogy én, amikor kicsi voltam és gyerek voltam, én ezt láttam a tévében, és én ezt akartam megélni. És itthon egy súlyosabb zenével ezt nem tudod. Nem tudod ezt átélni, mert nem érdekli az embereket. Csak nézd meg azokat a dalaimat is, amik amiket újra és újra bepróbálkozok azok vele, ilyen, ilyen, kicsit pankosabb, ki vagy alternatív. Vagy Erről beszélünk, erre van egy pár kérdés. Amivel. Nem érdekli az embereket, nem hallgatják olyan, olyan, nagy szinten, mert egyszerűen akármennyire is próbálom úgy megfogalmazni ezeket a műfajokat, hogy, hogy akár legyen egy kicsit vicces, hogy valami, hogy kezdjék már el hallgatni ezt a muzsikát, akkor sem fogják hallgatni, mert nem szeretik annyira. Majd tíz éven belül fogják szeretni ismét, öt-tíz éven belül ismét. Véget fog élni ez a, ma itt rápullám, és akkor vissza fog pörögni az, az élő zene megint. Ez tényleg így van, viszont ebből nekem kicsit az jön le, hogy most már akkor értem, miért mondod azt, hogy az alternatív életet nem nagyon tudod kijelni, mert azért, amit most elmondtál, ez a klasszikus popzenei, kicsit már már kereskedelmi attitűd, hogy te pontosan tudod azt, hogy a közönség az mit szeret. Hogy olyan tartalmat csúnyán szólva, mert a zene az, az alkotás, most így mondom, hogy olyan tartalmat gyártasz, ahol tudod, hogy a legnagyobb a reach. Szerintem ez egymást követi ez a kettő, mert nem az van, hogy leülök, és akkor így, na most gyártok egy olyan tartalmat, hogy direkt hallgassák sokan, mert bárcsak tudnám Aha. egyébként. Mert amúgy most már azt mondom ennyi idősen, hogy amúgy bárcsak tudnám, hogy melyik az a dal, amit tudja, hogy hallgatni fognának, vagy hallgatnának, mert akkor sokkal többet járnék nyaralni Malibura, vagy nem tudom. De, de, hogy, de hogy nem ez van, mert hogyha meg ezt csinálom, akkor nem jelentetnék meg olyan hülye dadokat, mint mondjuk a Mustang, ami megjelent Aha. évelején, mert ezt mindannyian hallgattuk, és tudtuk, hogy Hát, nem ez lesz a következő hullik. Azzal hogy benne De egyébként pedig az a vicces, hogy a hullikról nem tudtuk, hogy az lesz a következő hullik. Ezt akartam kérdezni, hogy van olyan dal, amire nem számította, a sláger lesz? Hullik. A hullik az, pont, aha. Ez nekem aha. egy olyan dal, amit biztos sokan nem hiszik el, de én azt utáltam. Hullik alja bele a szép park. Én, én, mindig így hallgatom, és mondom, hát ez egy közepes fos dal, én ezt gondoltam róla, és akkor küldözgettük a csoportban, nézegettük, hogy de melyik jelenjen meg először, most a hullik legyen, vagy rossz esték, vagy nem tudom, mik voltak akkor készen, és akkor a fiúk így, hülye vagy, ez a hullik, ez jó, ez nagyon nagy sláger. Hát mondom, de kicsit olyan proli, meg nem, nem mondtam, hogy annyira nem, nem fasza, és akkor nem is igazán volt a klipre sem idő, arra a klipre, mert elmentünk ott egy zöld háttér előtt, egy nagyon meleg stúdió volt, 40 fok volt, és akkor a híróval egymásnak háttal beálltunk, és mondtam, hogy legyen univerzum, mögöttünk az cső. És ez, az meg, ez ugrott meg az így hagyszált. Ezt akartam mondani egy kicsit, hogy, hogy az, volt te ezzel a regitonos témával nem az első ilyen számot szerintem, ahol az regiton dob téma van. Szerintem a, a hírón kívül, mintha másrészt másra is volna egy ilyen hasonló lüktetésű dal, de hogy én pont ennél a számnál éreztem azt egy kicsit, hogy á, na, a Bilex most hagyta azt az, a, el, végleg azt az alternatív attitűdjét, ami mindig meg volt nála, és most már bátran felvállalja azt, hogy figyelj, én nyíltan popzenét csinálok, és hogyha a regiton megy, én akkor regitont fogok csinálni. És a regiton megy, mert a trendinget megnézed a Youtube-on, ami nem Csak, csak, csak az, vagy a hillon is hallatszik, hogy amúgy nem tudok jó regátont csinálni. Mert nekem a barátnőm az éjjel-nappal regatront hallgat, meg afróbített, meg ilyeneket, és, és én nem tudok ezek között különbséget tenni ma reggel is jöttem el, és vagy klasszikust hallgat, hogy Enrique Iglesias meg ilyenek, és akkor mindegyikre elkezdem énekelni, hogy Despacito, tehát nekem az összes ugyanolyan, okay. és, és a hulliknál is az volt, hogy először volt egy full olyan hangszerelés, és annyira rettenetesen rossz volt, pedig így megpróbálkoztam vele akkor is, hogy belevágok ebbe, és igen, ezt a, ezt a számomra rossz műfajt megpróbálom valahogy úgy a saját agyamra fordítani, hogy nekem is tetszen. És végül ez lett belőle, uh -huh. ami amiben te érzed, hogy ez egy olyan dal akart lenni, mert te érted ezt, a, érted a műfajokat. De amúgy szerintem így nem mondaná senki, aki nagyon szereti azt, hogy ezt hasonlít hozzá, amúgy. Nem, mert azért reggítom meg, azt nem lehet most már mondani, hogy ha valaki regionondal csinál, akkor lekoppint egy konkrét ember, mert mindenki regitont csinál mostanában. Most nem a mindenki Igen. megpróbálja, mert most ez. És vannak abban is, amúgy hallottam egész jókat, de. A j, -ba j Bad Bunny vonal jó egyébként szerintem. Azt is ismerem már, Aha. ezeket a miatt ismerem, Aha. de amúgy én ebben full tudatlan voltam. Mindig azon szoktunk röhögni, hogy én két éve azt hittem, hogy a dualipa az a maluma, és az egy, az egy lány. Tehát én azt hittem, mikor láttam azt a lányt, hogy dualipa, hogy hogy őt malumának hívják. Pedig én úgy tudom, hogy te rohadtul figyeled azt, hogy mi történik itthon meg külföldön is, mert azért rengetegszer láttam a, nem csak az Instagramon, hanem különböző Facebook csoportokban te Instádról kinszkrés a hogy éppen melyik fiatal treppelőadót. Hát azt. Ö, meg trepet, meg aha. metált, meg indít, meg ezeket nézem. De magyarban ugye, is? Magyarban is. Aha. Szerintem egész tájékozott aha. vagyok, aha. de a maga az echte pop zene, az, hogy, hogy, micsoda, azt most már azért ismerem sokat, mert van a TikTok. És akkor látom, hogy ott mit hallgatnak nagyon az emberek, de amúgy én régen sem hallgattam az igazi rádiós popzenét. Tehát én nem, az X-faktorban is mindig kiderült a, a micsodák, ezek a válogatók az elén hogy én nem is tudtam, hogy mit énekelnek. És akkor mondta így Laci, hogy ez egy Sam Smith. Én a Sam Smith et azóta ismerem igazán, és megnéztem, és rákerestem, és végighallgattam az összes dalát, most mióta az Unholy megjelent. Tehát, hogy én a popzenében amúgy kifejezetten tájékozatlan idióta vagyok. Ezt azért nem hiszem el neked, Alex, mert most, amikor felkészültem az adásra az elmúlt napokban, és végighallgattam minden létező zenédet, többször is, klippeket megnéztem minden, és én igenis érzem azt, hogy te azért pontosan érzed a trendeket, és néha a zenéd is afelé indul. Lásd, a korai slepp zenéknél érzem a Man sons nak kicsit a hatását, mert ilyen country is folkosabb... Igen, de... Bocsánat, és, hogy a szabadulányom... De ami... Igen, de ezek olyan trendek, amik alternatív zenei trendek. Mint ahogy az emo is egy alternatív zenei trend volt, és a trap is. Az MGK hát, is mondjuk az? Ott Szerintem az. Szerintem az a csávó, aki meg ön és és... Az, az egy pop punk, a Blink-182, ami Én, egy tudom. ideig ideig slágerzene volt Aha. egy rövid időre. Ez igaz. Ugyanúgy, ahogy most itt van mondjuk, lehet, hogy ez egy hülye példa, de itt van a Manuel, aki Igen. táplálkozik a trebből, meg az énekből, de amúgy ez egy faj. Ezt ez ahogy beszéltünk a Manuelről is, mert meghallgattam az új lemezét, és, és pont, és pont én azt ezeket éreztem, ismerem jól. Ezeket. És pont azt éreztem rajta, hogy szerintem ő még pont a két világ között van ragadva még mindig, és nem nagyon látja, hogy, hogy, hogy melyik irányba menjen el, mert bizonyos szinten túl, nekem kicsit túl poli pár dolog, néha meg annyira zseniális dolgokat is tud csinálni, hogy, hogy én ott már azt érzem például, hogy ott még ő keresi az útját, de hát ő még tök fiatal, nem? 21. Hát ezek nagyon fiatalok jajjá, már. Tehát jajjá. hogy ez, ez nem, nem, úgy van, mint hogy mi, mi, azt hittük, hogy fiatalok vagyunk, amikor a 25, 26, 27, 30-as korunkra elkezdtünk már sikeresebbek lenni, nem tudom, csak gondolok a Marsalkóra, a Flóra, a Punanisokra, nem tudom. Most már ők nem, ők már 20 évesek, és ez, ez, ez nagyon kemény. Én nem is tudom, hogy 20 évesen, ha én most olyan is sikeres lennék, mint a Manuel vagy az Azaria 20 évesen, mit csinálnék? Lehet, hogy izé, magammal se beszélgetnék, érted? Szóval, igen, hogy az, az arénának, ugye most volt te, teltházas arénás koncertje. Igen. Neked volt például még arénás koncerted? Nem. Na, ez a, 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 a az aréna az egy olyan dolog volt, szerintem a mi generációnk számára, hogy ezt fel kell építeni. Most már... Persze, az elmúlt két évben már többször szóval volt erre jelzés nekünk is, hogy ezt, ezt most már azért meg kell lépni. De én egy nagyon óvatos típus vagyok. Csináljuk a parkot, nézzük meg, izé, ebben jól érzem magamat, és hogy jó, most már jönnie kell az arénának, és hamarosan erről el kell kezdeni gondolkodni. A mi generációnk ezt nem tudta meglépni ilyen gyorsan az ő generációjuk. Annyira rohadtul gyors mindenben, és máshogyan gondolkodik, hogy ha emlékszel rá nálunk, az volt, hogy az emberek nem is ment magyar zenekarok koncertjére, hogy hallgatták, de nem volt, nem volt divat. Nem volt divat. Nem volt divat. Járni. Egyáltalán nem volt menő magyar zenekarok koncertjére. Az ő generációjuk támogatja azt, amit szeret. Őket nem érdekli az, hogy izé, hogy titkolják azt, hogy egy magyar zenét hallgatnak. Hol De hogy is? Ott akarok lenni az a koncerten, mert a csávó menő, szeretem, imádom, és ott akarok lenni. Ott akarok lenni Manuelen, a Valmáron, meg éneken, és őket nem, nem érdekli, hogy izé alterkodjanak. A mai generáció nem alter. Mi Már meg, nem alter, mi, meg igen, mi, mi, mi mi benne voltunk a szubkultúrás időszakban egy igen. kicsit, nem? A mi folyamatosan alterkodtunk, nagyképisködtünk, a... Másak voltunk. Szerintem a mi, a, mi, a mi generációnk az egy ilyen, amikor mi, mi, voltunk fiatalok, egy ilyen értelmiségi, sokszor álértelmiségi, szubkulturális, egymásra fakkolók is köcsögök voltunk. A mai generáció is köcsög, de ők máshogyan. Tehát, hogy hogyan köcsög a mai generáció szerinted? Szerintem ők, ők nem alterok, mint mi voltunk, hanem, hanem egymással tudnak hihetetlenül máshogyan gonoszak lenni. Én nézem a TikTokot, és egyszerűen el vagyok rajta képetve, hogy hogyan képesek egymást gyűlölni és utálni, és gúnyolni, és, és, nem is tudom, pontosan azért, mert nincsen következmény annak, amit tesznek. Tehát nem szólhat rájuk senki, nem, nincs olyan, aki eléjük áll, és mit tudom, ezt mondja, hogy érted, nincs, nem, nincs tanár, nincs szülő, vagy nem tudom. Én, hogyha bajom volt régen valakivel, akkor muszáj volt neki megmondanom, és belerúgtak a bokorba például. Vagy, tehát, volt ilyen? Volt. Mert én azt azt nyilatkoztam, hogy neked 16 éves korodig nem, nem is voltak barátaid? Nem. Azt az Oswald nem mondtad ezt. Nem voltak. 16 évesen barátkoztam össze az Olivierrel, akivel szerintem a mai napig jóban vagyunk, jó barátok vagyunk. De előtte én voltam az, akit szerintem a szüleim gondolkodtak, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, mert állandóan rá kell szólni hogy menjen ki, bará, hogy menjen már ki, apám így mennyire jó, leesett a hó. És így mm, eleve utáltam a hideget. Ki, izé, menjen már ki, mi vannak az olikájék, hát hógolyóznak, meg minden. Mondom, hát ez, elmondom, apa, én ez a legrosszabb dolog, amit lehet tenni, hogy hógolyózol és megfogod a hideget. Hát amikor olyan idős voltam, mint te, akkor én voltam a hógolyó világbajnok, meg ezeket hallgattam otthon, és hogy a szüleimet zavarta, szerintem, hogy nem élek társasági életet és emlékszem rá hogy amikor 16-t is láttam meg 17 meg 18 és ö, ott volt a gimi és voltak ilyen haverok akkor is szigorúan betartottam, hogy csak hét hetente megyek ki velük mert nem, mi? nem érdekeltek az emberek vagy, 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 ember. vagy, 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 vagy te voltál egy introvertált srác vagy, vagy így azt éreztem hogy nem tudják nekem azt nyújtani amit otthon ö, tud nekem az otthonom nyújtani, hogy ott vannak a kedvenc PC-s játékaim, meg a kedvenc zenekaraim, és most itt hogy megjelent az új Korn lemez, mm -hmm. és miért ne inkább Korn-t mint hogy kimenjek, és ezeken a nagyon rossz helyeken, ezeket a csöves, ízi, részeg arcokat nézegessem, nem érdekelt. A akkor jól értem egy kicsit, hogy az lehetett veled, és ez nyilván nem akarok vidékézni, de hogy azért Szabolcsban nőttél fel, hát ha jól igen, Hát a sötét volt akkor. Hogy azért úgy kezdem, hogy azt a Judló Marcival beszélgettem egyszer arról, hogy ugye ő borsodi, kisfolúból származik ő is, és talán ő mondta nekem egyszer azt, hogy nem nagyon voltak olyan érdeklődési barátai, azon a környéken, ahol felnőtt, és ezért nem is nem volt közössége, azt hiszem, gimnáziumig vagy, 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 vagy főiskoláig. Ugyanez. Ez is idő. ugyanez akkor, hogy, ugyanez. Hogy, hiá, hogy te már kort hallgattál, meg gta te gondolom. A hát, többieknek meg nem volt mi pc -e se. Hát, vagy, vagy ha volt, akkor mondjuk uh, fifáztak. És az meg ugye, azt Aha. én ma sem tekintem úgy igazán videójátéknak az, az és mindig, én nagyon sokat videójátékozom, és akkor sokszor írják, fifázunk egyet, főnök, meg nem tudom, Aha. írják nekem srácok, és mindig írom, hogy a fifa, az, az, nem. Egy, egy, kicsit még a, a, dallal kapcsolatban az érdekelne, hogy mióta szerepeltél benne, néztél -e meg egy adást is belőle? Abból nem. Mert én úgy tudom, hogy úgy tudom, ezt te mondtad a, azt az Osvárd szintén, hogy te személy szerint köpted az Eurovíziót, Aha. Sőt, te a bulvárt is utálod, nincs tévéd, ezt úgy már tíz éve nekem is elmondtad, hogy utálod a bulvárt és nincs tévéd, hmm. és ahogy láttam az interjúidból, ez konstans azóta is. De hogy az érdekel? Talán annyi, hogy nem, nem utálom a bulvárt, hanem ha. értem, hogy miért van, Aha. de bosszant. Aha. Nem akarok benne és részt venni? De nem azért nem akarok benne részt venni, mert nem akarok tudatni magamról, mert amúgy, mint látod, azért a Facebookon kírok baromságokat, tehát hogy szeretem, hogyha tudnak rólam hülyeségeket mm -hmm. az emberek, hanem azért, mert most már egyre többet olyan emberekről ír a bulvár, akik szerintem teljesítmény és tartalom nélküli alakok, érdemtelenül ismertek, és, és sajnos ugyana, ugyanaz vagyok én is, érted? Ja, hogy az hogy te közszereplő vagy, azon te, mivel ők is közszereplők, ez egy, ez egy halmazba kerültök, az Igen, a ugyanaz kívül. Vagyok, ugyanaz Aha. vagyok, mint ők. Az, a, a, az hétköznapi emberek szemében, és nem vagyok ugyanaz, és nem szeretnék ugyanaz lenni, viszont nyilván tehetek róla, hogy ugyanaz vagyok, hiszen az X-faktorban ültem hat évig, és mentorkodtam, és az valamilyen módon bulvár szereplővé tesz. Úgyhogy ezért vagyok úgy vele, hogy direkt viszont, olyan, hogy engem felhívjon a blik, vagy én nyilatkozzak De. valamit, vagy ilyenek, én ezeket nem csinálom. Nem, nem csinálom. És de akkor is ott vagyok, érted? Akkor is minden héten valamit csinálok, vagy kiírok, de azt meg miért tenném, hogy nem írok ki valamit, vagy miért tenném, hogy nem posztolok valamit. Mert ezt akarom. Akarom, hogy azok az emberek tudják, akik engem követnek, vagy szeretnek. De úgyis le fogják írni, érted? De hogy azért igyekszem ezeket redukálni, mert nem akarok izé ilyen celeb hírek között folyamatosan pörögni a magánéletemmel, meg ilyenekkel, mert értékt még értéktelenebbé teszik azt, ami vagyok, érted? Uh -huh most néztem, hogy most éppen az a, az a, a balhé, hogy a, hogy a, a, a kordáik nem ismertek fel téged TikTokon, vagy mi, ja, a, mi az a, ilyen, volt? hogy ilyen generált dolog volt. Azt, azt néztem, hogy most én nem akarok más kollégákba belerúgni, más újságírókba, de az mondjuk tényleg a nonsense, és megnéztem azt, hogy vagy 30 újság lehozta, hogy, hogy izé, hogy indul, a, indul tudja a balhé, ő. azt se tudja, Korda György, ki az a Bája miközben azt hiszem, annyi é. volt, hogy egy, nem egy ismertek fel egy, TikTok filterem, nem ismertek fel azt hiszem, igen. Én ez elég, az a példa, Amiről beszélünk. Hát vagy mondjuk mit tudom én tavaly az még keményebb volt, hogy biztos láttad azt is, amikor az egyik újságnak beszéltem a e foton hogy jöttek hozzám, és akkor is mondta az Zoli, a menedzserem, hogy csináld már velük meg ezt az interjút, mert amúgy jófejek, meg kedvesek. Jó van, legyünk mi is jófejek és kedvesek. Tök fölösleges volt. És, és akkor az, az volt, hogy ott elmondtam, hogy én nem látom magamat, hogy öreg koromban a színpadon leszek. Mert én akkor valahogy azt látom magam, hogy lehet, hogy egy bohóc leszek. Érted? Vagy valahogy ezt érzem. A, szóval azt azt ezzel kapcsolatban, hogy... Nem hogy akarok öreg... Ahogy szarul nézek ki, te abba hagyod. Igen. Aha. És, és, akkor ezt ők megfogták és felhívogattak idősebb előadókat, mint a Csáli, a Ferro, a nem tudom mi. És hát nyilván vannak közöttük olyanok, akik, akik könnyen lázíthatóak, mint a Feró, érted? És akkor ki az a Alex, meg izi, és akkor, akkor csináltak egy ilyen, egy, 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 egy ilyen nagy generált baromságot, miközben én nem őról beszéltem, én nem azt mondtam, hogy ők bénák és szarok a színpadon, mm -hmm. hanem én magamról beszéltem, hogy én, én lehet, hogy egy béna szarnak fogom magamat látni, mi lesz, hogyha mondjuk nem, tudom, nem is látom, hogy 60 éves ember vagyok, és akkor ott állok és énekelem a dalaimat. Persze erre mindig azt mondják a barátaim, hogy ez változhat a fejemben, meg majd sok idő eltelik, meg lehet más zenét fogok majd csinálni, meg felnő a közönségünk is, más emberek lesznek, milyenek. De most jelen körülmények között azt látom, hogy, hogy, hogy nem fogok már én nem tudom, hogy 50 év felett zenélni. Most ezt érzem, és én ezt akartam elmondani, és ebből lett egy ilyen generált baromság, hogy megharagudott rám a Feró, meg a Charlie, meg a nem tudom, sok, sokan, és euh, én nem róluk beszéltem, hanem nehogy már magamról ne telsek kijelentéseket, hogy én hogyan akarom kezelni a, az idősödésemet. Tehát, hogy... Én azt érzem vel kapcsolatban, ez egyébként, hogy te egy jó pár éve a magyar médiának, pláne az ilyen bulver médiának az a, az a figurája lettél akaradón kívül, akit úgy lehet utáltatni, ha érted, mire gondold, Persze, hogy, persze. Hogy, te, hogy te, azzal, hogy szerintem, hogy keveset nyilatkozol, mondom, felkészültem, és aztán van veled két-három interjú a Youtube-on, írott interjúból is nagyon kevés van, szóval látszik az, hogy megválogatod, hogy kivel állsz szóba, ilyen szempontból egyébként meg is tisztelve érzem maga. De hogy, de hogy, de hogy azért én azt, azt látom, hogy egyrésztről, mintha te ezt a szerepet nem is annyira kérnéd ki magadnak. Hogy te azért nagyon megosztó ember vagy, és én látom azt, hogy, amikor te kilakodt, hogy a következő 20 éves trap srác milyen tehetséges, akkor az egyik oldal azt mondja, hogy ah, de jó, hogy a Bilex erre használja a népszerűségét, hogy felemeljen egy, egy fiatal. A másik oldal meg azt mondja, hogy fúj, az meg a Bilex, ez a, ez a, sakál, aki megint csak a legnagyobb trendeket követi. És a médiában is kicsit ez van, hogy ott a Bilex, aki népszerű előadó, népszerű tévés személyiség, de közben beszól a megihetési influencereknek, de közben flagma, de közben mindig arról beszél, hogy kit, hogyan, milyen módon szar le. Nem tudom eldönteni azt, hogy, hogy te mindig is ilyen megítélés szerettél volna magadnak, hogy ez kicsit így alakult, és, és elkezdted élvezni, vagy te ezt abszolút nem szereted, és megvisel? Hát, hogy milyen, hogy, hogy milyen, milyen megítélést szeretnél magadnak, az, az egy dolog. Uh -huh. Tehát nyilván, amúgy egy előadó mit szeret, ha imádják, ha mindenhova azt írják róla, hogy mennyire jó, hányan voltak a koncertjein meg ilyenek. De, de ilyen, ilyen, vagy szerinted? De ahhoz, Aha. de ahhoz, hogy ezt legyen, ahhoz neked kicsit nem szabad semmilyenben részt venni, vagy csinálni, amilyen én vagyok. Nem, nem, kell véleményt vállalnod, nem kell a dalaidon és a koncertjeden kívül semmit kiposztolnod. Ha elmész egy interjúra, szigorúan csak a saját dolgaidról szabad beszélni, a saját flódról, a saját zenédről se. És nem szabad az embereknek a zenéden kívül adni magadból semmit. Mert akkor nem tudnak belédálni. Nagyon sok ilyen, rengeteg ilyen magyar előadó van szerintem. De azzal, hogy olyan vagy, mint én, akiben biztosan benne van az az attitűd, hogy, hogy, ez, hogy amúgy nem véletlen az biztosan, hogy én elmentem, és filozófiát tanultam, és elvégeztem az életem, és amúgy filozófia tanár vagyok. Tehát valószínűleg nem véletlen az, hogy valamilyen szeretek pofázni az emberekhez, és beszélni hozzájuk, és ö, nem szeretek hallgatni. Úgyhogy ennek az a következménye, hogy sokan után is fognak. De amúgy ezt a részét már megszoktam. Nyilván amúgy szerettem volna, hogyha többet dicsérnek meg. Tehát az hiányzik. Az mindig hiányzott, nem fog hazudni, hogy szerettem volna én is több dicséretet kapni, mert sokszor éreztem azt, hogy amúgy megérdemelném, hogy néha engem is megdicsérjenek, mert sok eredményem van, és sok mindent tudok felmutatni, de valamiért mindig én voltam ez a, ez a utálom ezt a kifejezést, de ez a fekete bárány szerintem a magyar szakmában, hogy, hogy, így egyszerűen így népszerű a csávó, nem ő lesz soha a legnépszerűbb, pont ezekért a dolgaimért, amilyen vagyok, e, visz megkerülhetetlen. Tehát megkerülhetetlen, de azért úgy tudod a backstage-ekben úgy sokszor így, ó, de látom, hogy de utálom az Alexet. Pedig Ezt is... szoktad érzékelni? Igen, a backstage Hát igen, hogy utálnak ha. engem. És Azért ezt... szar lehetne halagodni, mert ez... Nem, mert megszoktam. Meg az, az Oli mindig azt mondja nekem, hogy ez, ez csak az én fejemben létezik. Ha. Ezek az én gondolataim, hogy, hogy biztos utálnak engem, mert ehhez szoktam hozzá, vagy nem tudom. De az tény, hogy ha utálnak, hanem nem ismernek. Tehát, hogy nagyon kevés ember ismer engem, meg nagyon kevés emberrel is elegyedek szóba amúgy. Tehát én nem, és ez is valószínűleg hátráltatta az én életemet itthon, hogy én nem kezdek el barátkozni. Nem vagy simulékony. Nem, és nem azért, mert amúgy ez, a, ez fancy, hogy én nem, hanem egész egyszerűen nem, én nem tudok úgy nyitni, vagy nem tudom, hogy mit mondjak, meg igazából amúgy végig is gondolok, gyorsan ott állok, egy szemben állok valakivel, látom, hogy már megy a beszélgetés, végig gondolom, mit mondanék, mit mondanék, és már onnan nem érdekelne az egész, és inkább nem szólalok meg, és csöndben vagyok. Nem akarok beszélgetni sokszor, mert azt érzem, hogy úgysem mond semmi ami engem érdekel, mert már szerintem már mindent hallottam az életben, ami érdekes volt. Na, akkor most mondok egy olyat, amit nem hallottál még, hiszen pont most mondtad, hogy neked a dicséret az hiányzott. Ö nem mondom meg, hogy melyik fiatal treparcokkal lógtam egy pár hónappal ezelőtt, és, szó, és szóba kerültél. Egyébként a szolai pont volt szerintem. És egyszer velük beszélget, beszélgettem, arról, hogy, hogy, ha egy ember kéne mondani Magyarországon, aki 2010 és 2019 között leginkább meg tudja mutatni a zeneiségével, hogy mi volt a popzene Magyarországon, azt te vagy. És én azt mondtam, azt is kimertem mondani, hogy szerintem a 2010-es évek legmeghatározóbb magyar zenei előadója, az Biolex, akkor is ha valaki nem szereti, akkor is ha valaki imádja, és levezettem, hogy azért, mert szerintem te vagy az az, egyetlen ember itthon, aki ott van a kereskedelmi médiában, mert X faktor, ott van a Youtube trendingben, mert, mert van egy slágerérzékenységed, játszik a rádió, de mellé van egy alternatív vonal is benned, ami miatt nem lesz egy ilyen trash celeb, amiről beszélgettünk. És ebből ezt, ezt a négy kategóriát senki más nem tudja kipipálni szerintem az elmúlt tíz évből. Hát ez jól hangzik, de vajon jó-e? Nézd, ehhez hozzá kell azt is tenni, hogy ehhez az is kellett, hogy szerintem te azért olyan szempontból trendérzékeny vagyis erre utaltam a beszélgetés elején is, hogy amikor az MGK átvált poppánkra, akkor te csinálsz egy pop számot. Nem vagyok se ügyvédse, A munka már is nem Nem is kell holnap a Playboy kárti kihozza új lemezét, sose akkor sose te fog... vámpír leszel, az én ezt kicsit érzem. Fogják. Na, a Playboy kártit azt sosem hallgattam. Az uh, a vámpírkodás, ez egy, nem tőle jött. Egy, egy, Egyetlen, ez a vámpír vagyok, akármi, ez ez a hullikból jön, és ez onnan volt, hogy én nagyon súlyosan benne voltam az éjszakában az elmúlt két évben, mert egy-két-három évben, mert én egyszerűen karakteresen szerettem volna szomorú lenni, és aha. dolgozni magamat, amiért egy szerelem véget ért, és rengeteg lányjal sodort össze engem az éjszaka, akik valamiért elkezdtek mindig szerelmesek lenni belém, pedig én nem... Ja, szegény, annyira sajnálom, ez nehéz lehet. De nem, ez most nem arom, hogy jaj, valamiért, ezért, hanem hogy valamiért mindig kialakultak érzelmi szálak, és én abból éreztem azt, hogy én már egy ilyen izi egy ilyen, ilyen száz éves vámpír vagyok és hogy 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 így nem tudom mint aki nem a szegény lányok lelkével táplálkozik vagy én nem tudom micsoda. És ebből találtam ezt a dolgot ki magamnak. Semmi Playboy kárti azon miért utánoznék ilyen húsz éves előadókat hát nem érdekel. Ne, Nézd azért én. a senkisét hallgattam én én nem tudom azt elképzelni, hogy ezek az előadók, mondom az MGK is ilyen, a Manford Sons is ilyen, szóval a Playboy kárti, hogy ezek nem voltak hát valamilyen hatása, mert te azért egy-két-három, egy a, szörpo a Szörpoholista, a Szörpoholista, uh -huh. melyik kettő között? Szörpoholista. Szörpoholista. Na, azt tudom, ezt most meg Egy, egyébként. Világ egyik legrosszabb cím. Szerintem, ha, ha, szerintem, is de hogy ha azt tudom, ezt meghallgatod, és meghallgatod aztán a senkisét, meg aztán az első sleplemezeket, aztán a mostan is lebzed. Mindenik más, össze. Full más. De azt is érzem, hogy ha megnézem a megjelenési időpontot, és aztán megnézem azt, hogy mikor is jött ki az MGK száma az hogy azért, azért én érdekelne engem azt, é, értem, hogy, hogy, hogy kell lennie meg. valami hatásának annak, mert ezért mondom, hogy szerintem ezért vagy te az egyik legmeghatározóbb eladó Magyarországon, mert ugye tovább, ezt, e te magad mondtad azt, azt szerintem pont nekem az interjúban, hogy a magyar popzenével az a baj, és többek között, hogy annyira idejét múlt, és annyira régi dolgokat dolgoz fel újra, hogy nincs köze a valódi trendekhez, és ebből nekem azért az jött le, hogy te viszont ilyen szempontból a, követő. van is, az észre veszed, érted, mm. hogy, hogy, vagy csinálod, vagy, vagy van a trendekből, ami, a, ami, amit átveszel. De például, ha hiszed, ha nem, én a Mesingen t az Andris miatt ismertem meg, és sokkal később, mint a, ahogy a mások. Kicsit szégyeltem is utána, mert hogy én Mesingen t tudatosan oda se figyeltem rá, azért nem, mert szarnak tartottam, amit csinál, szerintem most biztos nagyon sokan rosszat fognak rám mondani, szerintem kurva szarú reppel, nekem nem tetszik, és, és, az Andr is megmondta, hogy de ez az új mesingen kelli lemez, az izé, hallgass meg, meg, hát ez tökre rád vonatkozik, minden egyes sor, az nagyon tetszeni fog Hogy Ma Hagyjad meg, mondod, hogy Csávó, aki reppel, meg ez -e Eminemmel izé volt ez a kötözködés. Oh, az az. És így mondom, hogy az nem jó, az egy rossz, az szar. De ez nem rep, hallgassd meg, és akkor meghallgattam, és az, az az, életem egyik legjobb lemeze volt. Az akkor, a tickets to my downfall. Azaz, az, 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 akkor mégis lehetett rá valamilyen hatással? Lehet, hogy volt, de nem ah, direkt ah. csináltam olyan, olyan dolgokat, mert amikor például a berugrit megcsináltuk, Májusban kicsit olyan pankosan Azaz, én, én arra gondoltam, én amúgy, a rózsaszín gitár. Akkor, ismert, akkor ismertem meg a, a, a mesingenkeit. És a rózsaszín szín miatt basztattak engem, hogy én a rózsaszín a mesingen kell miatt. De hát én nekem a rózsaszín egy meghatározó szín az életemben. Én nagyon szeretem az egyik kedvenc színem, egy csomó olyan dolgom van otthon, és mindig azzal szoktam viccelni, hogy Biztos a személyiségemben is kibasztak anyámék, mikor azt várták, hogy lány szülessen, mert azt hitték, hogy lány leszek. Aha. És minden lány ruha volt otthon, és engem lány e, takaróban, meg pólyákban hoztak ki. E, rózsaszín anya mondta, hogy rózsaszín izék kis terítő Aha. volt rajtam, meg járók vagy micsoda az, mert nem volt más ruha, és Aha. aztán vettek fiúruákat, úgy hoztak ki a kórházból. Na most már rózsaszín az Unisex. Már most már, nézd nekem 2007-ben volt rózsaszín pólóm, szóval. Persze, ne, ne de, de, ezt, de, de azért, hogyha igen. rózsaszín pólóban vagy, akkor alá fogják kommentelni, hogy buzi vagy. Jó, de ez, én azért reménykedem abban, hogy ez a, ez a szint ez már egyre kevésbé jellemző itt egy kicsit. Menj fel a TikTokra. Olvasok kommenteket? Persze. Nem bírod ki? Nem bírod. Hát meg kell. Kell? Hogyne? ne nem olvasod el, nem olvasod Nem érzed azt, hogy egy kommentelő azt írja, hogy ez az Alex mekkora egy csicska, az kb. ugyanaz, mint valaki elmenne a ház előtt részeken és ordibálna, hogy aki itt lakik, az egy köcsög. De ez miben különbözik a kettő egymástól? a második az vicces. Az, az vicces, oh, jó, az, az legalább legal legal vicces. Um, nem, tehát hogy nem azért olvasod, hogy a buzi, uh -huh. meg izi, hanem levonsz egy ilyen konzekvenciát, hogy hogyan állnak hozzád az emberek. Lehet belőle tanulni. De ez mindenféle ember. Meg akarsz felelni mindenféle embernek? Nem akarok megfelelni mindenféle embernek, de um, szeretek mindenféle emberben hatást okozni, uh -huh. vagy kelteni. Nem mindegy, hogy hogyan. tehát hogy én szeretem a hatás gyakorlását bármivel nem mindig azért teszek persze dolgokat hogy hatást váltsak ki van hogy én magam sem tudtam hogy ki egy képet és abból lesz valami. Uh -huh. De a legtöbb esetben azért vannak tudatos dolgaim és engem érdekel hogy az emberek mit gondolnak róla és um, például ha azt gondolod hogy ez egy buzi meg izé ez el fog múlni szerintem nem fog. De, szerintem, igen szerintem soha nem fog. Itt Magyarországon vagy világszerte. Szerintem világszerte sem, sőt, ami most megy ez az LMBTQ erőszakos dolog, ez szerintem még jobban fel fog, er... fel fog hát erősíteni egy, egy, egy olyan bázist, aki még hangosabb utálója lesz ennek. Hogy arra gondolsz, hogy a, annyira erős az LMBTQ témának a felőreprezentáltsága, hogy ez magával vonja azt, hogy akik elfelé nem nyitottak, azok még, még hangosabban. hangosabbak lesznek? Aha, sőt, aha. azok, akikben nem merülnek fel ezzel kapcsolatosan kérdések, én a saját környezetemből tapasztalom, azok elkezdenek átpattanni a negatív oldalra, és ellen, ellenkezni, meg utálkozni rajta. Én nagyon egyszerű, csak abból látom például, hogy egy videójátékot nem tudok úgy végigjátszani, hogy ne legyen bennem mondjuk egy lmbtq szál. Felhúzott téged, hogy a Hogwartsban a, a kocsmáros az, a engem az engem nem. Amúgy az egyik legjobb neki van a játékban. De látom, hogy mi történik, mondjuk, hogy felvegyek az IGN-re, vagy Aha. a PC-gúrra, hogy miről beszélgettek az emberek. Aha. És látom, hogy miket írnak, hogy minden harmadik komment az, hogy engem ez a téma egyáltalán nem érdekelt eddig, de most már kurvára legem van belőle. Aha. És szerintem pont, pont ez ez a nagyon erős hullám, ez a, ez a rosszat fogja okozni. De kontraproduktívnak tartod a, a, a meleg és egyéb jogoknak a, a, a rendszeres. Publikálását és az ezzel való foglalkozását. Szerintem rossz, rossz az irány. Szerintem rossz az irány, és és én sokszor a saját barátaimra gondolok, akik mondjuk melegek, uh -huh. hogy ez, ez mennyire rossz nekik. Hogy igazából, hogyha látom, hogy mi megy ebben a, ebben a világban, vagy ebben a témában, vagy milyen emberek akarják képviselni őket, akkor szerintem sokszor azt gondolom, hogy szeg, szörnyű. A, az Osvár Zsoltnál is beszélt erről a témáról, és ott én egyébként azt vettem le róla, és azt érdekes volt, hogy, hogy, hogy ugye megkaptad benne azt, hogy meleg vagy, meg azt is, hogy homofób. Igen. Ha belegondolsz, hogy ez tök jó, hogy ha mind a két oldalra akkor valószínűleg... Minden, mindent kaptam már. Na de, hogy, na de, hogy, ott volt egy fontos gondolatod, hogy, hogy te a PC forradalmat rettenetesnek tartod, szó szerint idézlek, a világ csődje, a világ szégyene, de azt is hozzátetted, hogy téged az is kiborít, hogy megmerik kérdőjelezni emberek szerelmét és a házasságuk mi létét. Igen hogy egyébként te például a személy szerint azt mondjuk a, az egy neműek házasságát, akkor támogatnád például. Alap. Aha, aha. Tehát ki... akkor politikai egy ilyen centrista csávó vagy? Nagyon nehéz. Sosem vagyok. beszélsz politikáról, a politi... csak azért. Azért nem beszélek politikáról, mert értelmetlen zagyvaságnak tűnne lehet, amit én mondok. Mert hogy én nem szeretem ezt, az, ezt ami itthon van, hogy olyan, mintha nem tudom, Két, két rosszabb szurkolói gárda beszélgetne egymással. Valamiért ezt érzem, és már öregnek is érzem ezeket a dolgokat, hogy hogy ilyen 60 éves emberek kiabálnak egymásra, egyik oldalról a másikra, és a fiatalokat meg kurvára nem érdekli az egész. Legábbis én ezt látom a saját környezetemben is, pedig mi már annyira fiatalok sem vagyunk, azokat sem érdekli, az én barátaimat sem igazán a téma. És én inkább valahol mindig középen vagyok, ezekben a kérdésekben. Szóval, hogy, hogy, és sokszor meg is tudom okolni, hogy miért vagyok középen. Tehát például ez, ez, a kérdés is, hogy, hogy így egyáltalán nem kellene kérdésnek lenni az, hogy, tehát, hogy két ember szerelmét, az, az a szerelem az egy jó dolog. Még az, akik seggfejek, azok is tapasztalatják, hogy az a világ egyik legcsodálatosabb dolga, amikor szerelmes vagy, és valakit imádsz azért, amilyen. Hát most nem mindegy, hogy az azonos nem veled, vagy nem. Amíg, az nem bűncselekmény, vagy amíg az nem veszélyes másokra, kit érdekel, hogy mit csinálsz. De engem az is idegesít, amikor mondjuk, nem tudom, lobogtatják valaki a zászlót, hogy mi egymásban vagyunk szerelmesek, és nem tegyen. Szóval nem, a pride az nem oké. Okay. Hát, hát engem idegesít. Ideges. Tehát, Aha. hogy Én, na, látod, és ez. Tehát egy ilyen emberrel, mint amilyen én vagyok. Nehéz veled mit kezdeni, nehéz. A, a, mai spektrumon nehéz téged kezelni így. Egyébként. Kicsit olyan vagyok, mint az ebben a régi béna izé, viccben, a, a, a zsidó viccben a rabbi, nem? Hogy megy, mennek, az, a, vagy megy, hozzá a, izé, a természetesen Kun és Grün, vagy nem tudom, valami, és ugye azt elmondják neki, az egyik is elmondja, hogy hát ez meg ez meg ez van, és mondja, hogy neked igazad van, és mondja a másik is meg, és neked is igazad van. A, amúgy ah, volt ezt szavazni, az elmúlt tíz évben? El, elmész mind. szavazni? Mindig. Mindig elmész szavazni. Szóval azért a politikai ilyen azért, azért érdekel hogy, hogy, hogy azt a minimumot hozott, hogy leszavazol. Az Olyan. a Magyarország tett a kezeden, az, mert én most láttam a, a dalt, a legutóbbi dalt, ahol a mezőmisének így láttam, hogy a, a egy orbitális nagy magyar címer van. Ez egy, annál egy fél fokkal azért ízlésesebb szerintem. Meg ott be mert, is van rajta elölve Szívecskével Szabolcs megyet. Aha, aha, de ah. hogy ez... Szóval én hogy... szeretek magyar lenni, Aha. Már hát, tehát, e, valószínűleg másokból kifolyólag van rajtam, mint a mezőmisén, e, de szeretek magyar lenni. És látom ennek az országnak a, a hibáit, meg a sántaságait, de ettől függetlenül én sosem éreze, éreztem azt, mondjuk, még zenéltem is, hogy valami, hogy ú, mennyire szeretnék Amerikában sztár lenni, vagy nyugaton, vagy hogy mennék ki, vagy Nem is igazán próbálkoztam angol nyelvi dalokkal. Egy, egy van. Amúgy. Most a ki hozta egyet a, a azt úgy da, és az Bilex néven nem slep, nem, nem senki sem, se, se, az Bilex. Nem akartam így belekeverni a zenekaroman. És lehet néha próbálni is fogok egy, egy ilyet csinálni, de én amúgy szeretek itt lenni, szeretek itt élni. Egy dolgot nem annyira kamázok, az, az időjárás, mert szeretném, hogy melegebb legyen, de egyébként még. Mit akarsz melegebbet? Tehát nyáron már 40 fokok voltak. De hát azt akarom, hogy kell. ne legyen t Ah! Amúgy autójárunk a felé. Tehát 20 fok legyen. 20 legyen a legrosszabb, de ilyen nem lesz. Ennek helyére amúgy mindig azt szoktam mondani, hogy amúgy jó helyen vagyunk, földrajzilag is jó helyen vagyunk egyébként, meg minden szempontból. Úgyhogy na, én szeretek itt élni. Én szeretem ezt az országot, én szeretem a közönségünket. Látom amúgy a magyar embereknek, hogy is rengeteget kell majd még felgyőzniük a jövőben, de ez már nem mi fogjuk megtenni. Ezt a mai, hát nem is a húsz évesek, de a babák... Miért mondasz le a generációnkról ilyen szinten? Szerintem, nem mond, nem y, mondtam az XYZ generáció az nem jó generáció. Mi is sok mindent változtattunk Aha. szerintem. Jó generáció, csak mondom, hogy a nagy, gyökeres változás az még szerintem egy sok évtized, sok évtized. Amikor amikor már talán a, nem tudom, a bennünk lévő negativitással már nem tudjuk annyira szennyezni az alattunk lévőket, mert, 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 mert más, tehát változniuk kell nekik is. A, 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 kicsit még a, a PC vonal maradnék, mert ezt Ilyenkor mindig a számítógépre gondolok. Nem, a, hely, de fügy, a még, PC, amúgy, PC. beszélhetünk az új a Hogwarts játékról, mert én is mindjárt végigviszem, de... Még csak most viszed végig. Igen, mert nekem gyerekem van, de egy kicsit már nehezebb így leülni 8 órát, zombóni, otthon, pedig Én, né négy nap alatt lenyom. <sorog> Na igen, bárcsak ezt tettem én is. Most a másik PC-re gondolok, és inkább arra, hogy, hogy te van olyan projekted, ahol apunak hivatod magad. <sorog> bele a viszem yeah, yeah. És azért én amikor ezt láttam, egyrészt mondd el nekem azt, hogy mi a különbség Bilex és Apu között, mert ezt én nem jöttem még rá. Akkor, hogy Apu, hogyha közreműködsz? Igen, ez, hát az, ez a általában igen, meg az a, az a kulcs, hogy akkor akkor csinálom ezt, hogyha olyasmit csinálok, amire azt érzem, hogy nem fér be az a lányéval, hogy Bilex és a slep. Aha. Mert mondjuk, nagyon túl vicces, vagy túl pofátlan, vagy provokatív, vagy ilyenek. Annak idén azért csináltam meg a senkisét, uh -huh. de a senkise az megszűnt. Ezért lettem apu névem. És az apu az onnan eredt, hogy a Instagramomon kezdtek el úgy hívni engem egy időben, 2018-ban. Van a női rajongóid. Dői kommentelők, mert akkor volt valami ilyen, Puma kampányfotózáson, meg volt az insta meg ilyenek. És akkor kiraktam a fotókat, és akkor viccből azt írtam az, hogy apátok modell. Modellkedett egyet, vagy ilyen viccből ezt írtam. És akkor már azért írtam, hogy apátok, tudatosan írtam ki, mert tudtam, hogy lesz a Pixával egy apátok című dal. Apátok itt van, apu. Apu. rokodil póló, ami megtetszik, hey. megveszi úgy jó. jó. Cserébe nem kell, nem kell. apunak semmi, ha mert a puha azt tudja, hogy ettől szexi. Aha, igen, igen. Na és onnan rám ragadt, elkezdték, azt kommentelték hetekig folyamatosan, hogy ez nem is rossz, és akkor így onnan. Aha, mert csak azért, mert hogy nekem meg teljesen más. Ö, én, én kicsit azt érzem, hogy egy, egy picit problematikusnak érzem azt, hogy egy 30 fölötti, rengeteg tini lányra jön rendelkező előadó, kicsit, mintha rájátszana az apa komplexus és a dedi issues. Nem. Is, ez, nincs, ez nem tűnhet így? Mert nekem egy picit néha úgy tűnik, hogy... hogy hát, hát ki, ha, ilyen, ha így, így, tűnik, az még jobb, az vicces. Szerintem az igen, mert hogy azért generációknak vannak, nézd, te is nyilatkoztál arról, hogy neked is nehéz kapcsolatod volt a de ha jól tudom. Hát az... nem volt könnyű. Igen. Hogy azért én, én, még azt éreztem benne, hogy, hogy könyörgöm, mondjátok azt, hogy a Bilex nem akar 30 évesen arra rájátszani, hogy a, a 16 nem. éves rajongói de ilyen dedinek hívják, és akkor ő a, ő a gyere, ő de az olembe és mesél neked valamit. Ugye nem, ez, 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 ez nincs benne Nem. Jó. Egyáltalán nincs benne, de ha valakinek ez eszébe jut, az vicces. Én nekem eszembe jutott. Például az, az úgy vicces, de szerintem amúgy nekik semmit teszünk én tudod, szerintem mi jut be? Eh, ahogy én látom abból, amit írnak mondjuk tínédzserek, az jut eszükbe, hogy én sokkal idősebb vagyok. Én sokkal idősebb vagyok, és én vagyok az apjuk, és apu majd ad pénzt. Tehát, hogy ez szok, tehát ez minden nap kapok egy lakás ilyen izét levelet, hogy cső, apu, figyelj már, elfogyott a izé itthon a és hogy azt mondtad, hogy adsz, hogyha vagy izé apunál van pénz, vagy hogyha elfogy. És ilyenre rád írnak? nagyon Soszok. a, volt, nagy pénzt? Pénzt nem. Hát küldtem pénzt úgy, hogy olyan, ami real volt, tehát olyanra küldtem már pénzt. De hogy csak valaki ír, hogy küldje pénzt, hát ott nem hát csináltam. Ez a küldje pénzt, mert éppen tragédia történt az életemben, és egy Nem, de küldtem, küldtem, már pénzt tőlem, hogy mondjuk beteg gyereknek küldtem már pénzt, így random, hogy látom, hogyha felvillan, tudod így Facebookon, akkor megnézem, hogy mi a számlaszám, ott Aha. küldtem. Meg, Ezeket te nem szoktad híreztelni. Hát minek? Azért azért csomó szánomos. ember azért jótékonykodik, hogy elmenjen vele fotózkodni. Utána. Nem, szánalmas. Meg, meg kutyának küldtem már pénzt. Aha, kutyáknak. Aha. Hát igen. Mert volt, hogy láttam, hogy nem tudom, megsajnáltam, hogy műtét kell neki, meg élnek. És akkor van olyan, hogy én rám is rám törnek ilyen flessek, hogy ülök valahol, és akkor azt érzem hirtelen, hogy nekem túl jó, nekem ez túl jó, és hogy nem ezt érdemlem, és hogy másoknak meg túl rossz. És akkor ez így fölmerül bennem, mindig van egy évben többször ilyen, és akkor küldözgetek pénzt. Vagy hogyha van egy banki átutalás, mindig, hogyha utalok pénzt, akkor van lehetőség, hogy támogass egy jó célt. Mm. És akkor a... szoktál. Ott mindig. Van olyan társadalmi téma, amit téged leginkább foglalkoztat, és amire hajlandó vagy pénzt, energiát is költeni, hogy ebben legyen változás? Hát nem tudom, nem kiemel, hogy mi az, ami nagyon engem foglalkoztat. Sokszor azt érzem már, hogy számkivetett vagyok a gondolataimmal együtt, és úgyse változik semmi, tehát mindig ugyanabba ugyanazok a körforgások lesznek az emberiségnek, ugyanazok lesznek a problémái. de a filozófia nem tett jót ilyen szempontból, nem egy kicsit, hogy. Nem, mert már ott befejeződött a gondolkodásom, amikor olvastam a Friedrich Nietzsche a történelem használós káról, hogy történelem ismétli önmagát, mindig meg fogja ismételni, és csak arra jó az egész, hogy tanuljunk, hogy szar volt, és szar is lesz igazából. És valahol igaz. persze szerintem egyébként ez a lehető világok legjobbikában élünk amúgy, ahhoz képest, mikor szokták mondani, hogy milyen, milyen rossz, most és milyen jó volt régen, azt szerintem egy óriás tévelés. Ebbe egyetértünk. Nem régen még karóba húztuk egymást, szóval. A... Térjünk rá az x egy kicsit, mert te annak idén azt mondtad interjúkban, hogy annak ellenére, hogy nem nézel tévét, nem akarsz részt venni a bulvárban, mégis elmentél zsűrizni, mentorálni, és pont akkoriban, amikor az RTL fiatalította a zsűriknél, mert azt hiszem a Puskás Peti volt, amikor te bekerültél, te voltál, a Tóth Gabi volt, és a Gáspár Laci. És ugye akkor volt egy ilyen nagy, mi emlékszem, egy kollégámmal beszélgettük is, hogy na, az RTL végre meglépte azt, hogy nem mindig ugyanazt a, abból a 20 fős brigádból válogatnak 50-es arcokat, hanem végre fiatalok vannak. És te azt mondtad később, hogy te azért mentél el, mert hogy, hogy, hogy szeretnél hatással lenni a műsornak a, a, a színvonalára, a én zenékre, Ez ezt sikerült szerinted hat év alatt? Szerintem igen. Szerintem is egyébként. Szerintem sikerült. Aztán, aztán, aztán persze alakult a műsornak egy olyan része is, ami velén nem értek egyet. Melyik részével? E Szerintem ezt elmondhatom, tehát hogy ezt, a kollégák is tudják. Szerintem sok része amit én nem tudok, nem tudok, nem tudok azzal én azonosulni. Tehát én a válogatókat utálom. Amikor bejön a, szerencsétlen, rossz hangú, Igen. és leégeti Én magát. És azt mondta, azt pont imádod. Gyűlölöm, teljes szívemből utálom, és én nem is nagyon jól tudok azokhoz hozzáállni, és a, Laci, meg a Peti, ők, ők máshogyan gondolkodnak, mint én, ők iszonyatosan jó tévés szakemberek amúgy. A Gáspár az szerintem az egyik legkiemelkedőbb tévés szakember, akiben én együtt dolgozhattam. Sok mindent tanultam tőle a tévézésről, de ő ezeket a helyzeteket olyan mocskosul durván jól észreveszi, hogy miből lehet a semmiből is valamit csinálni, hogy ők egy külön életre keltették ketten az előválogatókat. És ez főleg az utóbbi két-három években már így volt, és ezt a tévé is imádta. Én viszont nem. Ezeket én annyira nem szerettem, de én tudtam jól, hogy ha az X-Faktor olyan lenne, amilyen, amilyen én gondolom, hogy kell hogy legyen, nem akkor nem köszönjük. köszönjük szépen, fáradjon át a Duna tévébe, és mondja meg mindenkinek, hogy igen, ez nagyon jó volt, tehetséges vagy te, meg nem nagyon, jó, köszönjük szépen. Tehát, hogy én szerintem sosem voltam az X-Faktor mentoraként különösebben érdekes. TV szereplő. Én ezt, úgy gondolom. Ezt, ha hagysz elfolyak rád, te vagy a négy ember közül a savanyú citrom általában. Szerintem a te igen. kifelé ez tűnt, hogy te vagy az, aki mindenki tapsol, sír, örjön, te meg így ősz. Hát mert engem nem érdekel. És De persze... ez, egy, ez, egy, jó karakter egy tévés szempontból, egy szerkesztő szempontjából, hogy te illettél oda? Hát igen, és de én sokszor azt gondoltam, meg mindig mondtam, hogy amúgy én csak azért vagyok itt, hogy valaki megmondja az igazat, nem? Így kérdezgettem néha az elején, az elején aztán abban is sokat változtam, hogy hogyan mondom meg az igazat. Tehát 16-ban, 17-ben engem az emberek gyűlöltek még, utáltak. Én akkor a, nem is nyertem amikor meg. Amikor bekerültem, műsorba, sokan csodálkoztak is, hogy te mit, mit keresel ott. És hogy hogy mondom meg? A, a véleményemet, mert engem nagyon utáltak, gyűlöltek az emberek, és szerintem közben én nőttem ki magamat a legközkedveltebb mentorrá. Tehát nem véletlenül aztán zsinórban folyamatosan mi nyertünk. Szerintem négyet nyertél hat év alatt. Négyet, ugye? és amúgy megnyertem volna én az ötödiket is. A, a Serena, Serena 0,75%-kal maradt le. Olyan hát olyan önbizalmad van, ezt én úgy esküszöm le benned. Tényleg? Hát ne hülyeskedj, az, hogy neked igazad van általában, ezeket egy olyan nyíltan hát elmondott, hogy így... Biz... Biz... magabiztos vagyok. Aha, bocs, bocs, Bizonyos dolgokban, aha. de vannak dolgok, amikben nem. x az voltál? -e? Igen. Vannak dolgok, ami nem vagyok maga biztos, például mit tudom én, öm, nem tartom magamat izmosnak, vagy érted? Tehát, hogy bárcsak sportosabb és izbosabb lennék, vagy. De közben jó tartod magad? Jónak. Hát akkor meg? Viszonylag. Akkor az csak az önbizalom, meg a maga egy része. Igen, de ugyanakkor meg van sok önbizalom küzdködésem, ami, ami zavarnak dolgaim. Tehát, hogy mit zavar, hogy rohadt karikás a szemem, és minden nap azzal kezdem a napomat, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy guszistalan ember. Nem kéne számítózni késő estig, nem? Hát, vagy nem kell idősödni például. Tehát, hogy ez, ezek olyan dolgok, amik, amik, nem jók, de hogy amit, amiben, amit csinálok, abban magabiztos vagyok. azt az úgy ért, érzem, hogy értek, és jól csinálom. És az X-faktornak ez szerintem ez a, ha lehet ezt így mondani, bár biztos sokan nem értenek vele egyet, -e gondozás része, ami engem őszintén érdekelt. Csak nagyon nehéz amúgy ez, mert uh, utána ezek a fiatalok mindig más gondolnak az életről, és aztán ők már nagyon tudni kezdenek, és ők majd maguktól tudják, és akkor, mint láthatod, lengetegen el is esnek utána. Ezt akartam most felsorolni, hogy UMSK uh, Stolenbeat Manuel Russo Tibi Ali, és valakit kihagytam, mert hat volt, nem? Már ezek a nyertesek? Ezek voltak, akiket, akiket úgy megismerhettek a te munkásságodnak is köszönhetem. Mert meg ő, mi, vannak, őket van, tolátad, van, nem? Igen, meg igen. még vannak azért, akik úgy, például, lehet neked nem mondani neve mert Méringer, Marci, most, ez, most, a halott pénz előtt fog felépni aha, a parkban. Aha. Azért ezek eredmények, ha nem lenne az X-faktor, az ez nem lenne vagy mondjuk nem tudom, Vanek Andor, aki nem szerintem az egyik legjobb énekes volt abban az évadban, ahol a Tibi mellett volt. Szóval voltak egy a Stolen Beat, ahol a Búzás Bence jelenleg is, azért kicsi eredmények ezek, de az nem lenne, hanem lenne X-faktor. De közülük csak a Manuel releváns. Az én szemszögemből. És, hát, és ez most lehet, hogy bántó bárkinek, és elnézést, ha most nézik a műsort, de hogy de ahhoz képest, hogy egy X-faktor milyen löketet adni egy embernek a karrieréhez. mert. Manuel csak a Manuel tudott, és ő meg se nyerte azt sem, nem? Ő kiesett. Hát ő nem nyerte meg. Hát hogy. ez az, és közben ebből a brigádból a Manuel most ott tart szerintem, hogy népszerűbb. Mindenkinél. Mint akár te is. Ezt lehet, hogy még ezt is merném mondani. Én nem tudom, hogy a Spotify streaming számoknál hogy álltak, de azt néztem, hogy a Manuelnek ilyen 300 ezer havi hallgató körül van, van ami, ami, már top, 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 top 5 kb. itthon. Van. Itt egy kicsit felosztod a szemedőket, amikor mondtam, hogy népszerűbb, mint Azért, ez. mert, mert, a, mert a népszerűséget így nem lehet mérni. Streaming-e, YouTube-ba, trending-e, ez a lemez? Mert a például most jelent meg egy lemez. De például tavalyi elején én voltam a leghallgatottabb Spotify mm -hmm. artist. Tehát ha. akkor meg az én lemezem jelent meg. Ráadásul a fiatalokkal nem tudsz versenyezni. Ez így van. Tehát az, azzal te már nem tudsz versenyezni. Te nem tudsz, hogy is mondjam, egy 20 évestől fiatalabb lenni. Te nem tudsz egy 20 évestől vagányabb lenni, nem tudsz tőle jobb képűbb lenni, nem tudsz tőle jobban öltözködni, te már nem tudod azt. Azért te úgy öltözködsz azért, mint egy mostani menő 20 éves. Hát egy azért, kicsit, mert azért, mert, hozzá. mert szeretem ezt. Én Aha. mindig is szerettem öltözködni, meg foglalkozni ezzel. De akkor, akkor sem leszel már te fiatalabb, Tehát, és azzal nem tudsz mit csinálni, hogy miért is érdekelni a 20 évest, az, amit a tőle sokkal idősebb csinál, mint az érdekli, amit az ő generációja csinál. Érted? Az szóval az szóval. A, mi, a mi közönségünk azért már eléggé elkezdett felnőni. Mi nálunk már nem az van, hogy, hogy hát, de azért van az, hogy sikongató tini lányok ott állnak az ajtóban több százal, van ez is. És nyilván nyugaton is ugyanez a szint, hogy nem tudom, ezelőtt 20-30 évvel, mi, vagy 20 évvel a numetára nőttünk fel. Ez így van. És akkor azt hallgattuk, és azelőtt törjöntünk, vagy utána az MO zenekarokra, vagy minden. Ma nekik megvan a közönségük. Méltóság teljes koncerteket csinálnak, több ezeren vannak rajta, minden. De hogyha felmész a Spotify-ra, lehet azt látod, hogy nem is hallgatják meg az új dalaikat. Jó, akkor azt mondjuk hogy miért a, a Manuel tudod? az összes mentorátok közül szerintem akkor, így mondom, szerintem a legnagyobb karrierbe fut. Azért, mert Manuel egy, egy real, egy, egy, tehetség, egy... És az, amit én csináltam az X-faktorban, arra Manuel tette fel a koronát. Ez, ezt, ezt, én is így gondolom. Igen. Mert a Manuel azzal, amit én folyamatosan toltam, 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 végre tényleg bejött az egyetlen tehetséges, igazán tehetséges ember, az a Manuel volt, és ő azzal az egész gémet megváltoztatta úgy, ahogy van, és ott ért be az, amit én csináltam. Íb, meg két liter vodka. Te a a Nem előtte ott a USNK-vel elkezdtem valamit üzenni, szerintem. A című szám volt, ugye? Igen, az volt az első. Tetszik, mikor adok, mikor adok, rá a és akkor felébredt szerintem egy, nagyon, egy fiatalabb generáció, akik úgy voltak, be, hogy jó, bejövök, megmutatom, amit gondolok. És a Manuel ott megváltoztatott minden, és a Manuel által nagyon sok fiatal így szányra kapott, úgy érezte, hogy van lehetősége. Aztán bejött a TikTok, ezt a zenét, amit amúgy csinálnak, ők még gyorsabban össze lehet ütni, megtalálták már, hogy hogy kell ezt csinálni, felgyorsult minden. És szerintem a, a Manuel az ennek az egész egész generációnak, szerintem ő a Jézus Krisztusa amúgy. Ezt így gondolod? Én ezt Összes így. 20 éves, fiatal, újhullámos reper közül a Manuel van most a toppon? Manuel a, a, a topp. Manuel, az Azariát nem számítom ide. Á, ah, na azért mondom. ő azért kicsit azért szegről ez a közekhez meg hullám az, az, az azaria egy, az Azaria egy alternatív pop előadó aha, az én szememben. Aha, aha. Ö, kicsit, mint te voltál tíz éve, nem? Hát azt nem tudom. Ö, nagyon tehetséges a csávó, és az más. Tehát az Azaria, ő egy, ő egy, egy ikonikus figurája lehet ennek a, ennek a generációnak. Viszont a Manuel az egy, az szerintem egy ilyen, egy ilyen zászlóivő más, más típus. Ez a Manuel sosem fog, szerintem, annyi embert szórakoztatni, mint az Azaria mm -hmm. Más a kettő, én szerintem. De ennek az új hullámos repnek, annak szerintem a Manuel a jövője. Annak ellenére, hogy vannak nagyon komoly underground zenekarok, amiket én imádok, mondjuk az Ibigeng. Mm -hmm. ott az, az új lemezt? A mostani? Aha, mostani.

Egy de én is így érzem. De lehet az azért kicsit. érzem így, mert nekem az volt az első. és én, én ott voltam a lemezben mutatón Aha. is, és ott álltam a 15 évesek között. Hát, Ugye mi ezt talál menni ezekre a bulikra? Nem, egy idősen? nagyon jó Nem volt. Nem Nagyon élvezted. Én gyűlöltem. Annyira kilógtam basszus, Há, nagyon én, kilógtam. Én imádtam, ott néztem Aha. őket, hogy ott ugrálnak minden, és van úristen, de jó, de aranyosak, így Aha. ezt gondoltam. És jöttek oda mindig hozzám, ilyen aranyosan jöttek, hogy aratunk egy fotóra, Aha. apu, ezeket mondták nekem, és az annyira vicces. Ott is apuznak? Persze, szoktak tőle. De nem ez a az, az Nem, én nagyon nem? szeretem. Én azt érzem, hogy ez tisztelet, ah. hogy, hogy, hogy respekt, és szeretnek engem. És uh, az Ibigenget e is szeretem, a Gyurist is szeretem, uh, szeretem, amit ezek az új srácok csinálnak, hallgatom is, amúgy a pogányindulót is szeretem, de valahogy ő be elkezdett. Tehát ő old school. full old school, uh, és elkezdett valahogy e felé, a közeg felé. Hát, Tudod, barátokat nehéz találni, és szerintem ezek real gyerekek. Amúgy, abszolút, ezt én is érzem. De a Manuel azt, ezt az egészet megmutatja, hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy, hogy sok ember megértse. Hogy udiri adjá és adják, és, és közben Igen. kicsit kereskedelmileg is tudja működni? El Igen, van, mert az. amúgy a Manuel akármit gondolnak róla, amúgy az egy real csávó. Tehát ez tényleg, szerintem az az ember, az egész nap semmit nem csinál, csak zenét ír, cipőket vásárol a farfecsán, és gyúszvöldöt hallgat. Tehát hogy ő az, amit mutat. És úgy, egyszer be meg kell unni a gyúszvöldöt, -ok, mert már több zenét nem fog csinálni. De kicsit még az x faktorról visszatérve, mert hogy beszéljünk arról, így, hogy már a vége érünk az adásnak, hogy nemrég bejelentetted azt, hogy te távozol a műsorból, és gyanús módon nem sokkal később az RTL is jelezte, hogy most nem lesz x faktor hanem Voice lesz helyette, ami, hát most így a saját véleményem mondom, az RTL általában el szokta találni a közvéleményt, hogy mire vágyik, itt nem az volt, hogy itt valami más lehet a háttérben, mert egy tv 2 brand volt a Voice korábban, ugye a tv 2 volt, azt hiszem a Voice, ha jól emlékszem, korábban. Egy-kettő, az X-Factor tök jól ment, ahogy láttam, és hogy felmerült bennem, hogy lehet, hogy azért nem lesz, mert te el. Szerintem azért ekkora, ekkora, ember nem vagyok. Nem tudom, nézd, te azért, ha, ha nem, is, nem, is, nem is mentorként, de zenei producerként, aki aki a fiatalok felé mennyitotta az X-Faktornak a, a világát, mert igenis a USNK-jel, a manuel -el, meg ezzel az új hullámos hip-hop hangzással te behúztál szemben egy csomó fiatal nézőt. Ezt most el fogják veszteni, ha te nem messze. Ezt elfogják, szerintem is. Ö, legalábbis nehéz lesz a bolly uh -huh. ezt a közönséget megnyerni, mert a Voice ez egy sokkal komolyabb műsor, amúgy is. Tehát ez egy kicsit lehet, hogy hozzám illőbb, amúgy ilyen szempontból. Hogy csak meg kell fordulni, ha jó, ha meg nem, akkor nem fordulok, meg nem. De nem tudom, hogy mi áll le mögött a döntés mögött, mert én az utolsó percig úgy tudtam, hogy akkor is lesz X faktor, ha bármi is van. Aztán megváltoztatták ezt. Én már tavaly mondogattam nekik, amit írtam is a posztomban, én már jeleztem a tévének, hogy én fáradok, és hogy nekem szükségem van arra már, hogy így ezt letegyem, mert hogyha egy következő évadot is ugyanígy végig kell akkor szar lennék, meg szerintem az évad is egy szar lenne. Elfáradtál? Hát igen. Ötletek én. is kiégtél? Nem, meg most ebben az évadban is már, ami most volt, már jelentősen azt éreztem, hogy nem sétálnak be olyan emberek az ajtón, akiket én várok. És euh, akkor azt kezdtem érezni, hogy, hogy lehet, hogy a manuellel mindent beteljesítettem, amit szerettem volna, és az Ali még utána erre rájött. Szóval kezdjük a legelején, két belekezdtem, egy barátom sem volt, kinéztek, ezt csak levezettem, az időm beletettem, ott volt a szemetekben, a méreható ítélet, mi fájt, és akkor, és akkor még az Alival is lehetett egy nagy húzást csinálni, de most már egyértelműen azt mondja nekem a, a, a nem tudom, a szakmai csillagom, hogy az itt elég. Menj valahová, máshová, vagy találj ki valami mást, hogy pihentesd ezt a tévézés dolgot, vagy beszéld meg a tévével, hogy most mi van, mert én akkor is mondtam, hogy még egy ugyanilyen, ez, ez nem lehet. Tehát, hogy szerintem ebben az évadban már csak az volt érdekes, hogy az Erika új volt közöttünk. Ezt, ezt mondtad az rtl is? Én szoktam ezeket vállalni, hogy szerintem ebben az évadban a legérdekesebb az volt, hogy az Erika ott van közöttünk. Ha nem lett volna ott az Erika, akkor mi lett volna a műsor kémiája? Én ezt éreztem. Miért mondják nekem azt, így ha RTS-ekkel találkozom, és szóba kerül az X-faktor, akkor nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy veled a legnehezebb dolgozni a mentorok közül általában. Mindig ezt mondják. Mindig, akkor ezt te is tudsz erről. Igen. Miért mondják ezt szólod? Hát ezt megkérdezném tőlük, hogy milyen híreztelik ezt. De én nem tudom, nekem amúgy semmit. van egy asszisztensünk, akit Macinak hívnak, és a Maci pedig tök jól megfogalmazza, hogy az Alexa nagyon egyszerű dolgozni abban az esetben, hogyha abban az időpontban azt az ételt odaadod neki, amit kért, akkor minden rendben van. Ennyi. Ez a klasszik ilyen zenész és a catering kérdés, nem? Hogy... A kaja az legyen Aha. rendben, a, az akkor az legyen, amit én kértem, és Másra legyen ott. Ennyire könnyű téged kenyére kenni? Én szerintem igen, de ez nagyon sok esetben nem sikerül. Ah, Tehát, hogy ez, nem... ez egy bonyolult kérés, hát, hogy mit kérsz, nem... mi ahász kérsz, vagy nem tudom, izé valami. Mindig, hogyha kérek valamilyen csirkés salátát, biztos, hogy valami benne rukkolla, amit utálok. <hül> pedig kikötöm, hogy ilyen zöldövényeket ne rakjanak bele, mert nem szeretem, és é, valami ilyesmi meg. Régen volt szerintem nagyon nehéz velem, régen sokkal nehezebb volt, egyszerűen nem értettem, hogy miért kell nekem úgy forgatnom egy műsor, ami beültetnek egy székbe, és oké, okay, akkor most beszéljünk a tábor részéről az X de úgy beszéljünk, hogy még nem történt meg, mintha nem történt volna meg, és hogy mit érzel most, hogy ma reggel indul a tábor, és be... na és nekem volt olyan, hogy a mikroportot, és így dobtam el. És mondtam, ez, hogy ez így megtörtént? Ez meg a, a stúdióba? Ki hát, így mondtam, hogy én ilyet nem. Mondom, miért nem kérdeztétek meg akkor, amikor én idejöttem, azon a napon, hát hogy emlékezzek vissza, megtörtént hét nap. Szilészkedni kell. Igen. Na és én ebben nem tudtam az elején, Egy, egyszerűen nem, és ezeket a lacitól tanultam meg. Laci magyarázta, hogy figyelj, ezek a vágáshoz kellenek, az, hogy meg tudják szerkeszteni a műsort, az adást. Nincs idő aznap mindig, mikor bejövünk, megkérdezni, na most hogy érzed magadat, mert akkor öltözünk, sminkelünk, nem lehet hozzád oda menni, ja igen, és ez a másik, hogy nem, engem nem lehet megszólítani, hogyha épp a szabad idő töltődik, akkor ne szólítsanak meg engem munkával, mert azt nem, nem tudok rá koncentrálni. Én akkor éppen enni akarok, meg, meg, nem szeretem, hogyha nem tudom, zsezsegnek körülöttem. Uh -huh. Tehát én mindig külön vonulok, meg állva eszem, és elsétálok valahová. A, a téként lehetett volna lehetőséget bármilyen RTLS műsorba szerepelni, ahol celebek túlélnek, nagyon sok kajálnak. nagyon sok pénzt kereshettem volna már. És nem csináltad ezt, és hogy ezért kérdezem, hogy ő... Vállalnál bármilyen más tévés meg X faktor után, mert azért tegyük hozzá, hogy az az ismertségednek, meg a karrierednek a dal mellett... Jót tett. Nagyon jót tett. A dal rosszat tett. Szerintem az a, ahhoz, hogy, hogy, hogy neked ne kelljen annyira durván kiárni a lépcsőfokokat, hogy ne tíz évig szenvedjél, mire észrevesznek, ahhoz a dal azért jó volt szerintem. Szerintem nem. Miért? mert szerintem hátráltatott, mert a dal miatt mindig leírták róla, hogy rossz vagyok. Meg ciki, meg szar, És Én lesz. szerintem az Hú, az egyik legjobb dal az Eurovíziós dalaink közül, esküszöm. Hát mégis azt írtad. Igen? Majd megnézem egyébként. Ha én... Mondjuk lehet, hogy akkor azt írtam. Hiszem, azt írtam, sőt, én még azt is vállalom, hogy én a Láttam azt a Láttam című, számodat, én annak idején tök sokat hallgattam. Pedig M ez a legrosszabb dal, amit valaha írtam. Feset képet, rakd fel a falra, mondjuk bara. Ügyesen, szivárványos, a szegélye, ilyen a szerelem. Abban ah, van egy dafstepest remix is. Igen, igen. És én azt hallgattam sokat. Hát, ah, de akkor még gyerekek voltunk. De azért, az 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 azért, azért, azért tetszett neked akkor, mert még nem volt viszonyítási alapod, ez mennyire lehet, rosszul lehet. szól. De <háll> én, 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 ezt nem érzem, hogy a dal... Do... Jó, amúgy jogod van hozzá, hogy, hogy nyilván így érez, de hogy a eltékenés visszatérve, hogy, hogy, hogy vállalnál is bármilyen tévészereplés, mert azért az egy exhibicionista ember vagy, azt ki lehet mondani rólad. Persze, persze. És az ugye azzal jár, hogy azért jó, ha szerepelnek, jó, ha imádnak, jó, ha megtapsolnak, jó, ha figyelnek rád. Most ez az életedből ki fog kerülni, a tévés szinten nyilván előadóként nem. Ö, el tudod magad képzelni bármilyen másik műsorban, nem feltétlenül tehetségkutatóban, Nézd meg a hajóst a dalfutára például, vagy, vagy, bármi hasonló, hogy van-e benne én ambíció, vagy azért most azt érzed, hogy most így ez elég volt. Hát az a baj, hogy ez nagyon nehéz, mert Ugye bármilyen műsorra gondolsz ebben az országban, én abban szerepelhettem volna, mert ugye mindenhonnan hívtak, TV2 és az RTL, mindegyik bepróbálkoztak már minden műsorral, és mindent visszautasítottam, az összeset. Mert azt érzem, hogy, hogy szokták mondani, hogy eladtad magadat, és hogy már az X-faktorra is azt mondják, meg ilyenek, mert mindenre azt mondják, de én azzal adnám el magamat. Használják ezt a kifejezést? Szerintem igen. Mi, amikor szponzorációkkal menőzik mindenki Instagramon, akkor mindenki, eladta magá mindenki eladja magát. Mindenki eladja magát. De hogy akkor válogass, megválogatom, hogy hogyan, inkább akkor ezt uh -huh. így mondom, mert igazad van. És nem érezném magamat más típusú műsorokban hitelesnek. Egy ilyen zenei, zűri, akármi, ahol, ahol hozzá tudok szólni a témához, az igen, de hogy most, mit tudom én, hogy elképzelem magamat, hogy én főzök egy stúdióban valamit, hát az, az, nem, vagy, vagy mit tudom, hogy elképzeljem azt, hogy én elmegyek valahova, ahol nem eszek, és bogarak vannak körülöttem, és félmesztelenül mászkálok más izzadós, félmesztelen emberek között, ez megint csak nem. Tehát, hogy velem nem lehet műsort csinálni, nem lehet. Tehát, hogy mit tudom én, anyukám is régebben magyarázta nekem, hogy Hát, hogy az RTL miért nem ad neked jobb munkát, meg több munkát, meg ezeket így mondta nekem. És mondom, anya, nem tudnak nekem munkát adni. Tehát tudom, mit, mit adjanak nekem. Hát nem csak az X faktorban kellene szerepelni, nézd meg a Lacit, nézd meg a Petit, mindenben benne. Adjuk hát ezt otthon kapod? Hát ez óriási. Anya ilyen forma. És így mindig mondom hogy anya, nem tudnak engem szerepeltetni semmiben. Mondom, hogy nem el semmilyen műsor. Hát miért nem? Mondom, hát, mert nem akarok a tévében szerepelni, nem zenével. Aha. Mondom, nem akarok főzni, meg jó, hát annyit te is meg tudnál főzni, mondja anyám. Mondom, de nem akarok. Tehát... De nem az merült fel, hogy inkább attól félhetsz, hogy nem akarod magadat ennyire megmutatni az embereknek. Mert azért mondjuk egy celeb vagyok, mencs ki innen az, hát az, az van, hogy ott, ott az, minden, ott azért az előjön az egy valóság sok az De szóval Azért mondom, hogy nem ez is felmerült, hogy te azért nekem olyan szempontból zárkózottnak tűnsz, hogy ahogy például a bulvárra nem akarsz részt venni, hogy a magánéletedről azért úgy posztolsz, hogy, azt, hogy annak a narratív a kezedbe tartod, szóval nem mész a mokkába, hogy ő az új barátnőm, Anna, ismerje Igen. meg, holnap megyünk a borsba, aztán a blikbe Szóval hogy Ez nincs benne? Hogy, hogy, ezt azért nem akar magad ennyire megmutatni másoknak? Te, ez is benne van, Aha. és pont ez, a, amit mondasz, hogy mit tudom, a Jamina nem egy, ő sem egy nagy szereplős, és, de azért kérdeztem már tőlem, hogy mondjuk, nem tudom, van a glamulgára, hogy azért miért nem megyünk el, mert ő szeret szép és csinos lenni, mert nem megyek én oda el. De hogy... De, de hogy vágyik el. Hát igen, de hogy mondom, akkor viszont lefotóznak minket együtt, vállalni kell azt, hogy mi közösen vagyunk valahol, és mondom, unálom, nem tudom kirakni úgy a képet, amit szeretnék megosztani mm -hmm. a saját közönségemmel, hogy amúgy nem szeretném, hogy sajtó legyen belőle. Mm -hmm. És amúgy vicc, de a magyar sajtó eddig full tiszteletben tartotta Az összes ilyen képemet vagy bármit kiraktam, soha nem hozták le sehol. Pedig azt észrevettem, hogy nagyon, hogy, hogy ha te csinálsz bármit, és azt nagyon szeretik azonnal megírni, Igen. amiről beszélgettünk előtte, hogy -e a, vala, ha ezeket soha. Tehát, hogyha ki, kiteszek egy képet, akkor és aláírom, hogy nem járulok mm. hozzá a sajtózáshoz, soha nem, Aha, ha, nem, jaj, vett, jaj. nem lopták még Aha. le a képet, nem posztolták. És azt látom, hogy néha az emberek rosszallóan írják nekem, hogy ezeket miért írom ki. Hogy mit, az, ha már kitösszel valamit, nem értik, hogy ez nem igaz. hogy, hogy ez nem szól mindenkinek. Igen. És én pont azért akarom csinálni, mert nem akarok öt Berki is hír között ott pörögni az én. Szegény Berki Mazsi be annál akadva nagyon, mert máshol is őt szoktad felhozni példaként. Mert hogy nekem mindig ő jut eszembe először az ilyen bulvár hírekről, nem ismerem őt, de hogy mindig ő az első, aki eszembe jut, hogy belépek és a Berki Mazsi ott van. Vagy mit tudom én, Tóth Gabi lakást Én nem akarok ennyi mindent megosztani az én életemből. Volt már neked negatív tapasztalatod abból, hogy így beszélsz? Nem kollégekkel, de olyan emberekkel, akikkel egy halmazba raknak, Uh -huh. És aztán ezekkel találkozom, mert az rtl nél meg, meg azért ezek összefuthatsz ilyen arcokkal, és azért azt képzelem el, nem hogy... oda jönni hozzám. Senki nem megy még oda hozzá, számon kérni téged, hogy Alex, ezt hogy gondoltad? hogy rosszat nem mondok én senkiről, úgy a, igazán. Amiket szoktál mondani, azok általában így megállják a helyüket, szóval, hogy... nem, nem bántani szoktam, uh -huh. hanem igazából csak... Csak teljesítmény nélküli embernek hívod őket? Hát... Teljesítmény nélküli Olyan. embernek, igen. Tehát, hogy nekem azok, amik ott pörögnek a bulváron, az sokszor nekem az a teljesítmény Olyan. nélküliség. Engem nem érdekel az sem, hogyha ez bántó, nekem az nem számomra nem információ, hogy valaki híres család, mm. vagy nem tudom, ez ha nincs mögötte több, akkor én, én pont ezért nem akarok ezzel minden szempontból mm. keveredni, mert aztán engem is, engem is a saját közönségem is megvet érte, vagy basztat érte, vagy ilyenek. Mm. És szerintem én nem ezt építettem eddig. Ezért igyekszem eltölni távol, tartani magamat. Utolsó kérdésem. Tedd bele a lábod a számba, Dobd az zoknit a picsába, hidd el, szarok mindenre, debil ez a nóta, de jel a a mindenre, de jel Na most, nézd, én már régen 3x felett vagyok, mégis imádnak a fiatal a csajok, azért már igazán gyönyörű vagyok, azért már igazán gyönyörű vagyok. Én már régen 3x felett vagyok. Meg imádnak a fiatal csajok, azért pedig igazán gyönyörű vagyok. Ez mind a kettő a Zokni című számból van, ami baromi felkapott a Youtube-on, és Marics Peti van benne, aki szintén baromi felkapott mostanában. És egyébként én abszolút értékelem a breakdown a dal végén, ezt, ezt, el kell ismernem. Bár egy kicsit azt éreztem a klipnél, hogy valaki túl sok Electric cowboy hallgatott. Nem tudom, megvan-e az Electric Cowboy nevű zenekar. Nem, nem. Eskimo Cowboy néven nyomták régebben, és a ilyen metálkort kombinálnak scooterrel. Aha. meg? Akkor, akkor nem szóltam, akkor a szövegre mennék vissza. Én nem tudom eldönteni, hogy ezt el ez egy BSV paródia. Mert ugye volt a, szóztam, hogy volt ez egy BSV paródia. Aztán láttam azt, hogy neked volt közös számod a BSV-kkel, és nyilván nem fogsz bífelni olyan embereket, akikkel jóba vagy. Hát meg imádom is őket. É, imádom is őket, akkor meg akkor így debil az a nóta, de jeje. Yeah, yeah. Hát ez egy, na, szerintem ez egy önparódia arra röhögsz van a számon? Hát én tudtam, tud, tudom előre, hogy rossz. Tehát, hogy nem azért készült ez a dal, hogy bárki jónak tartsa, hanem igazából én azért próbálom ezt megint megszerettetni egy kicsit ezt a műfajt. És azt szerintem úgy lehet sokszor elkezdeni, hogyha valami olyasmit írsz, ami mém. Csöcsökéssegg a kurva élet? Hát csöcsökéssegg, az egy mém. Csöcsökéssegg kurva élet. Csöcsök Aha. És mondjuk ebben a műfajban az okni az lehetne egy mém Aha. igazából amiben beakadhat a szöveg. Eredetileg ez a dal nem ilyen volt, ez egy senki dal mm -hmm. volt, és uh, ilyen mumba, bumbaton volt az egész. ilyen szerű egy kicsit, valami. igen, igen. igen. Uh, és újra és újra mindig elővettük, és eltettük, mert mindig mondtuk, hát ez annyira ciki ez a dal, ezt, ezt hagyjuk már picsába, és akkor ugye elraktuk mindent. Ha? És a Somogyvári, Vári, ez nem tudom, a Somogyvári Daniról hallottál-e már? Abszolút. Ő, ő a zenei producerünk, és ő minden évben folyamatosan, mindig leírta, karácsony este, vagy valamikor, hogy ha mikor fog megjelenni, mert szerintem az a legfontosabb dal, amit valaha írtál. <laughs> De ez ír. nyilván egy vicc volt kicsit, Persz, nem? Hals, bitf... Igen, igen. És akkor úgy voltunk vele, hogy csináljunk belőle egy ilyen poppankos valamit, és euh, akkor az Andrissal megcsináltuk, meg már jóban voltunk a Maricsa, még már több mint egy éve uh -huh. elkészült ez a dal. És akkor megcsináltuk így a Maricsa, aztán folyamatosan húzódott az idő, mert vagy neki nem volt jó, vagy mi más dallal jöttünk ki, és akkor most gyorsan. De megjel. azt könyörgöm, Hidd el, szarok, hidd el, szarok, mindenre, de ez a nóta de jelje. Ez, ez, ez kicsit, mintha a Bilexi a, ö, ilyen Mert azt, hogy te szarsz valamire, azt én már nagyon sokszor hallottam tőled, nagyon sok tényleg kapcsolatban, interjúkon, meg, 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 bármilyen posztokban, hogy te azért szeretsz büszkelni arra, hogy leszarsz valamit. Ezt nem tudom, hogy elfordulod-e tőlem egy kicsit, hogy azért gyakrabban mondod ki azt, hogy leszarsz valamit, mint, mint más hozzád hasonlóan népszerű közszereplők, akkor inkább így fogalmazom. Mert nincs más lehetőségem. Tehát muszáj úgy élnem az életemet, hogy leszarjam. Megkülönben belerohadná az hát, a... én, én, annyit kaptam már életemben, hogy biztos, hogy sok olyan ember van, aki nem bírná. Akkor ez egy védekezési mechanizmus. Kicsit. Először az volt valószínűleg, Aha. nem volt más választásom, most meg már magától értetődő. Aha. Akkor ez igazából ez, ez a dal, ez, a, ez, a, saját magad paródiája ezek szerint, és az, hogy debile ez a nóta, de jelje, ez azt akartad kicsit megmutatni, hogy te gyakorlatilag a legdebilebb szövegből is tudsz csinálni egy, egy slágert. Igen. Ez olyan, mint amikor a Hé Budapestet megírtad? Budapest, a lányok a várost hódítják, és érik az éjjel a görbe a lányok hódítják. Így hasonlít ahhoz, csak a Hé Budapestet azért írtam, hogy megtudjam azt, hogy azért nem játszák, a csiszárék dalomat. A klassz Az akkori klassz mert igaz, amit mondanak, hogy mindegyiket lassúnak és elvonnak tartják, vagy utálnak engem. A bajka jön mindig ezzel, hogy őt, őt, hogy őt se játsza soha a rádió is, és, és nem tudja, hogy miért. Nem tudom, hogy uh -huh. hogy ez hogy van nála, de az én esetemben mindig azt kaptam vissza, hogy jó, jó, de ez egy lassú dal, ez egy elvon Én meg ideges voltam erre, de, mondom, de én nem akarok gyors dalt írni, akkor most annyira írok azért gyors dalokat. A berudni meg az okni azért gyorsabb. Azok uh -huh. igen, kettő. Igen. De amúgy ilyen mit tempós doleim vannak no. a legtöbb esetben, vagy lassú. És akkor mondom, jó, akkor ez volt az igazán koncepcióval az életemben, a Hé Budapest, amit nem szeretek. Nagyon, nagyon rossz a dal. Nagyon rossz halad rossz, halad. Vagy, vagy, dar, az volt, hogy ha a fővárosi önkormányzat kért volna valakit, hogy írjál már légy szíves egy, 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 egy turista dalt Budapestről, nem, de mert holnapra... mert, nem, mert akkor tényleg nagyon rossz lenne. De, 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 de így viszont magamhoz képest egy olyan dal, hogy, hogy hát szerintem nem jó dal, és mégis nagyon sokan szeretik. Aha. De nekem az egy, az egy koncepció volt a Hé Budapest, hogy én meg akartam tudni akkor 2014-ben hogy engem utálnak el a magyar rádiók, és csak direkt ki akarnak szórni, vagy igazat mondanak. És végül igazat mondtak. Tehát, hogy igazat mondtak, mert ezt beküldtük, és emlékszem, hogy még a kórus felvétel rendesen bendesen volt, akkor a dalban, utólag vettük fel, Aha. már a Csiszár úgy játszott a magas rotációban, már a demóment magas rotációban. Aha. úgy e, ezt, ezt, ezt respektálom benne, hogy ezt bejátszottad, hogy csináltál egy szándékosan provokatív számot, hogy majd teszteld azzal, hogy na, itt egy gyors Kíváncsi dal. Kíváncsi Én rá figyelj, engem ott az elején annyira frusztrált ez a dolog, hogy bármi, amit csinálok, amiket én szerettem, vagy nekem tetszettek, és hiába akkor nem úgy volt, mint most mutogattam, hogy mekkora már YouTube elérésem van, nem érdekelte őket. Azt sem érdekelt ő, a fesztiválokat sem érdekelte, a klubokat sem érdekelte hogy téged. Hányan néznek meg a YouTube-on, le se szarták, nem érdekelte senkit. Más szempont alapján azt teszek, és ült 5-6 ember, és ők döntöttek valamiről. Ma már ez nem így van utolsó utáni kérdés, ma meg idén mi lesz veled ö, zenei szinten gondolom, mert lassan fesztiválszezon van, dumálgattunk itt Budapest parkokról, arénákról, pofátlanul fiatal emberek teltházairól. én azt is sejtem, hogy mint nálad lenne egy ilyen átkapcsolás kicsit a zeneiségben, hogy dumáltuk az adás előtt, hogy, hogy te már két éve abba a klubozást, és inkább csarnokokba jártok. Jó érzem azt, hogy mint hogy egy kicsit át pozícionálnád a magadat azzal is, hogy x ott hagytad, kis klubokat ott hagytad, mert hogyha így éreznék valami tudatosságot, hogy mi várható a jövőben tőled. Hát igazából átalakul a zene, az itthoni zenei élet is, és nekem most ennek a megfejtése a jövő, hogy hogyan... A szójára sikerült majd Léci. Hogyan, hogyan, hogyan fogom csinálni tovább a zenei életemet a következő két-három évben, és arra akarok százszázalékosan koncentrálni. Például most innen próbára megyünk, mert holnap már koncertünk van. Dalok, meg, meg akarom nézni a dalokban is, hogy mit érzek most, mert nem ugyanazokat érzem, amiket két éve. És minden előadónál szerintem az van, hogy azt érzi, hogy. hogy, hogy hogy nem tudom, hogy fog-e még olyan nagy dalokat írni, vagy sikerül-e azt, tehát hogy keresem mindig azokat a dallamokat magamban, ezzel telik az összes napom, szövegeket írok, meg amúgy én folyamatosan írok megint, tehát hogy én szeretnék egy könyvet megjelentetni, csak az még nehezebb, mint zenét írni. A, úgy, hogy van barátnőd, nehezebb vagy könnyebb arról írni ö, dalt, hogy milyen, mennyire sokat szeretnék kefélni. Nem is szoktam. Mert hogy ahogy én szerettem azt, hogy ha van visszatérő téma a Bájelek zenékben, az az, hogy Sex. nagyon szereted, szeretsz szexelni, szeretsz, ha szerelmes vagy, a szerelmesek beléd, vagy megcsaltak, vagy rossz randin voltál, hogy gyakorlatilag azért, hogy ha 10 random Bájelek számot mondjuk a Spotify-en se fölbe, a Bájelek széletművet, akkor ki fog dobni az ötödik környékén tuti legalább egy dalt, ami arról szól, hogy ú, oda az ágyhoz, és szétkurtalak, vagy az, hogy ú, mennyire szétkurnálak egy ágyba oda Mert most nem, tehát mióta együtt vagyunk ki a minával, nem ilyen dalok jelentek meg. Na voltam kíváncsi. Hát ilyenkor nem tudsz arról írni, mert nem, ez, nem igaz, hazugság. Nem hiteles, hát, mi, miért ír? Sőt, így is, hogyha van olyan dal, hogy mondjuk például a Mustang, ez egy régi dalom, igazából az már két éve meg volt és most jelent meg később, akkor például nem tudom, így beszélgettünk róla, hogy, a, hogy a minai, hát de most lehet azt fogják gondolni, hogy velem van baj, vagy velem szakítottál, vagy ilyenek. És mondom, hát azért csak tudják helyén kezelni ezt az emberek, hogy ez egy régebbi történet nem tudják nem. ezt mondani. Ezt akartam, hogy nem, nem, ehm, azt Szóval, hogy de az sem egy olyan dal, tehát ez egy elvontabb dal, de ilyenkor én figyelek arra, hogy hiteles maradjon az, amit kiadok. Tehát nem, nem nyomhatja az előadó arról, hogy ezt meg azt csináltam, meg így leittam magam, meg úgy, meg izé... miközben ott Na, van. Na, minden szöveg az full valid, megtörtént saját kultfőből, inspirációból, saját tapasztalatból író. Ma az egy hip-hubba tudod, hogy csomószor, tudom, amikor hip látod azt, hogy ott a sportkocsi, ott a izé, aztán hát ez bére, bérelve van meg. Az ugye... lehet, hogy nem igaz. Aha, azért mondom, hogy akkor már minden igaz. Hát de nem mondok olyan nagyokat. Ez egyébként igaz. Te, olyan, te, úgy mondasz nagyokat, hogy azok olyan... Jó ez szavak. A, ez a Michael Kors, és a ott a Michael Kors. De, szor, de, az még nem annyira luxus, mintha a magángéppel járnál. Magángéppen még nem jártam, Aha. de arról nem is írtam dalt. Ez igaz. Ez Úgyhogy igaz. nem. Amit leírok, az igaz. Ezért is van olyan dal, amiben elmondom, hogy amit leírok, az igaz. Igazából szóval, hogy így szerintem ez így jó, így működik, és uh, természetesen már hozzá vagyok szokva, vagy, vagy megértem, és el is fogadom, hogyha valaki esetleg nem hiszi el, vagy utálja ezeket a dolgokat, vagy azt gondolja, hogy most én csak egy üzletember vagyok a, a zene mögött, mert um, ezek normális dolgok. Valószínűleg nyugaton is, vagy Amerikában is, ugyan sok olyan előadó van, akikről ugyanezt gondolják. De addig jó, míg gondolkodnak rólad, mert ha nem, akkor, akkor a az a kovéget van. Fantasztikus lezárást mondta ehhez a beszélgetéshez egyébként. Alex, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban. És tök jó, hogy egyébként, tíz év után végre beszéltünk egy ilyen jót, mert én azért arra készültem, hogy mi itt egy ilyen jó 20 percig fogunk egymással így cseszekedni. De hogy is. Ilyen, 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 ilyen vélt vagy valós feszkók vagy régi cikkek miatt, de örülök, hogy, aki, aki tíz év, tíz, év, dolgait nem tudja elengedni magában, az, az baj. Az, az nem fejlődik, az stagnál. Az valamit nem jól csinál, szerintem. Ez egy, ez egy tökéletes utóvégszó, és egy végszó kettő igazából. Én még annyit hozzá, hogy Hallgassátok a Telexnek az új podcastjeit, támogassátok a munkánkat, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én jövök új témákkal, új vendégekkel, és Sajó itt voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok! a mérföldkőhöz érkezett a Telex. túl nem csak nézhettek és olvashattok, hanem hallgathattok is szuper tartalmakat nálunk. Napi rendszerességgel érkezünk majd új podcastjainkkal. Adásainkat megtaláljátok a Telexen kívül az új podcastes YouTube csatornánkon, Spotify-on, Apple-ön és a Google podcastek között is. Iratkozzatok fel és kövessetek be minket!